Sziasztok, én Júlcsi vagyok. Én Maci. Én pedig Dávid, ez pedig a Skip Intro. A Warner Bros. Discovery támogatásával. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Bocsánat, kérlek. Egy kicsit gyorsabban váltott ez, mint gondoltam, mert úgy látszik, hogy... És a lehető legrosszabbkor, de szerencsére... Kedves dolgokról beszélgettünk, csak... Csak és kizárólag. De nem ment ki hang. Tehát, hogy, hogyha ez bárkit megnyújtott, nem ment ki semennyi hang, mert azt külön kell adminisztrálni. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, és külön üdvözlünk téged, vendégünk ma, Juhász Betty, a Mély Levegő Projektnek a társalapítója, egyik fele, és pszichológus. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, ez nagyon, nagyon jól esik a lelkünknek. Igen, az a helyzet, hogy ugye a mai témánk az a terápia lesz a filmekben és sorozatokban, olyan szempontból, hogy mutatják ezt be, és ez vajon milyen hatással van az emberekre, hogy az ő képzeletükben, hogy születik ez meg, vajon inkább támogatja azt, hogy elmenjenek az emberek pszichológushoz, vagy inkább pont, hogy eltávolítja őket. Erről fogunk majd beszélni, viszont előtte jöhet a szokásos mindenféle rovatunk. Én annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy, mert én nagy rajongója vagyok a Mély Levegő Projektnek. Nem, itt van egy könyv is előttünk, az Elmerülő, meg van egy másik, aminek a címe... Öntöző. Öntöző, igen. Mind a kettő megvan, és szerintem egészen csodálatos az, amit az Instagramon ti csináltok, meg az emberek életében is. Nagyon nagy rajongószok vagyok, és az első számú vendégötletünk voltatok erre a témára. És vannak egyéb hasonló terápiás vendégötleteink is, úgyhogy majd lehet, hogy reméljük, hogy vissza fogsz térni, ha jól érzed ma magad itt nálunk. Nagyon szívesen. Én meg fogom próbálni, hogy mindenki jól érezze magát. Valahogy. Úgyhogy rögtön hozzuk kellemetlen helyzetbe is, jó, nem babám? Okay. Jó. Szóval egy régi hagyomány nálunk én találtam ki, úgyhogy mindig nekem kell prezentálni, hogy az először nálunk szereplő vendégnek el kell mondania, hogy mi az ő guilty pleasure filmje, sorozata, bármije, amit szeret nézni. Szerintem én alapvetően szinte csak guilty pleasure sorozatokat nézek. A kedvencem a Gossip Girl és a Gilmore Girls. Bocsánat. Ajaj. Guilty pleasure-nek hívni, az nekem az ellen tiltakoznom kell, de a Gossip Girl megértem, mert nekem is valószínűleg az a guilty pleasure-öm. De most vanapoltam önmagamat, mert hogy tegnap előtt este elkezdtem nézni az elejétől fogva a Barátok köztet. Na, erre nem számítottam. Erre nem számítottam. Nem tudom, hogy nyilván lehet, hogy korai odaítélni a legjobb guilty pleasure vallomást. Valaki ezt még egy szomszédokkal szerintem, vagy valami Dallas, vagy nem tudom. De, nem fogok. De még lehet, hogy lehet még ez. Az a helyzet, hogy a szomszédokkal beletaláltam, mert van még az évadra egy olyan epizód ötletünk, ahol a vendégről egészen pontosan tudom, hogy a szomszédokat fogja mondani. Úgyhogy akarod indokolni ezt a dolgot. Do you care to explain yourself? Hogy érzed magad, miközben nézed a Barátok köztet? Alapvetően egyik éjszaka TikTokot scrollolgattam, és feljött egy account, ami azzal foglalkozik, hogy összevág régi Barátok közt részeket, tudjátok, így az összetartozó jeleneteket. És akkor így ilyen történetek, és olyan nosztalgia fogott el, hogy emlékeztem, amikor 4 éves koromban a legelső részt néztük a hálószobában a szüleimmel, és valahogy így megláttam azokat a berendezéseket, azt a zöld falat, meg az irodát, ami akkor úristen mennyire menőnek tűnt. És akkor így néztem, hogy mondom, kik ezek az emberek? Én nem is emlékszem rá, hogy ő ki. De hát pedig általánosban az egyik osztálytársamat pedig direkt úgy hívtuk, mint ami az egyik szereplőnek, a neve Csurgó Pista. Teljesen indokolatlan volt. És valahogy így rákerestem, hogy hol találom meg ezt a sorozatot, és így beszippantott. És 8 részt már megnéztem belőle. 8 részt? Ennek vége van ennek a sorozatnak, ugye? Tehát, hogy most már nincsenek új részek. Vége van, de nagyon sokáig bírták, én úgy emlékszem. Több mint 20 év volt. Jézus, és
napi egy epizód, nem? Mármint, hogy hétköznaponta egy epizód. És 20 perces egy rész, szóval biztos, hogy rengeteg van. Én valamikor olyan 2004 környékén hagytam abba, szóval van rengeteg újdonság is a számomra. De... Kijavította a Gilmort, ugye? Ugye? Abszolút. Kijavítás. Tehát megbocsájtasz. Nem is maradottam, csak muszáj. Tehát a Gilmore egy, szerintem az nem egy biztosítási sorozat, de értem. Igen, az azért, hogy Eszter és Kata hajviselete a Barátok közből, az nekem még mindig. Én tudom, hogy az volt a nagy szám, tehát úgy mentünk a fotdeszhoz, hogy olyat akarok, mint Eszteré vagy Katáé, úgy ez a kifele. Aztán a Szent Mihályi Zsófi. Zsófi, igen, Zsófi, várjál, kinek is volt? Mindegy, azt úgyse tudom a többieknek a nevét, de nekem is azért elég sok így nyom, az így mélyen bennem van, úgyhogy ez nagyon tetszik. Bennem is. Nem egyetlen névre sem emlékszem, de úgy felismernék karaktereket. Legalábbis az első pár évben, mert azt még mi is néztük. Az első pár évben, de anya lefeküdt az ágyába, felrakta a térdét, én meg az ágya végében neki feküdtem a térdének, és néztük együtt a Barátok közt. Tehát, ez, és azok az epizódok még teljesen simán megvannak. Abszolút. Nekem is emlékszem, Miki és Nóra első csókjánál a szüleim el akarták ezt, hogy ne lássam. Na nekem nem. Legalábbis nem emlékszem rá. Meg őszintén szóra arra sem, hogy ki Miki. De Miki az egyik fő arc volt benne. Én nekem nem tűnt fel, hogy valaki főbb, mint... Igen, a Berényi Kft-nek Berényi, a fő... Igen, így fő, már... Pénz és sárm. Pénz és sárm? Ő ilyen gonosz, ő ilyen rosszabb, negatívabb karakter volt, ugye? Kérdőjeles legalábbis, igen, hogy így voltak. Igen. Mielőtt sokkal még, jobban belefér. Még mélyebb rásunk a magyar televíziózás. Hát... Nyilván pöcegödrének nem nevezném, de abszolút hogy... nem, ez itt mélyre... teljesen... Nem. Hidd el, hogyha most bekapcsolod a tévét, jobban megijedt. Szóval, ki mit nézett a héten? Néztél-e valamit a Barátok köztön kívül mostanában? Nem kell, hogy a héten, mert te nyilván nem vagy itt minden héten, de úgy mostanában, amiről úgy beszélnél, akár moziban, vagy nem is tudom, amit szerettél. Most próbálom felidézni, hogy mi volt az utolsó alkalom, amikor... Igen, kisbaba mellett járás, nem olyan könnyebb, de... Igen. Moziban utoljára a Taylor Swift Eras Touron voltam novemberben. Az egy ilyen muszáj volt elmenni a film. Mármint, hogy kényszerítettek, vagy te akartál nagyon? Én nagyon szerettem volna. Swifty vagy? Szeretett Taylor szeretem, Swiftet, nagyon jó, igen. Sorozat. A Ginny and Georgia-t néztem újra az első évadot, valamikor februárban. Uh-huh. Van abban már második is, vagy még csak jön? Azt tudom, második hogy lesz. Is van, igen. Második. Jó, én is végignéztem az elsőt egyébként, és tetszett. Fenntartásukkal, de tetszett. Én nem tudom sajnos mi az. Te mit néztél mostanában? Én meghagyom neked a közös mozi élményünket, ami a második, amióta megszületett a gyermekünk, és az első jó. az első is jó volt. Na nem a film miatt, de hogy az is jó volt. Én, hogyha valami ki kéne emelnem most az elmúlt hétből, nekem senki nem szólt, hogy a Sons of Anarchy az ennyire jó. Na jó, mondták egy csomóan, hogy a Sons of Anarchy ennyire jó, de én nem hittem, nem került még sorra, most viszont sorra került, úgyhogy ledaráltam az első évadot, ez egy motoros bandáról szól, akik ilyen öntörvényű igazságosztók, és így rosszak, de közben jók, tehát, hogy így a nettó pozitivitásukat kell nézni a társadalomra, legalábbis ezt szeretné a sorozat, és sajnos borzasztóan élvezem. Úgyhogy lehetséges, hogy a következő pár hétben is ezt fogom mondani, hogy mit néztem a héten, akkor lehet, hogy ezt. Igen, voltunk a héten moziban, mármint a múlt héten, azt sem tudom, szerda van, megnéztük a Dune 2-t, és nagyon-nagyon jó volt. Én iszonyatosan élveztem. Nagyon nehéz szerintem olyan filmet csinálni, amit 3 órán keresztül
szeretsz nézni, és nem érzed azt, hogy menjünk már, meg nem tudom, mikor lesz már vége. Úgyhogy fantasztikusan jó volt, és haza is mentünk, és utána 18 részletben megnéztem a Dűne 1-et, az így jó maximum. Szerencsére fent van, de hogy az is több mint 2,5 óra, úgyhogy azért így a sok alvás időben néhány részben sikerült befejezni, és nagyon-nagyon élveztem. Úgyhogy nagyon várom így a harmadik részt is, meg így tök jó azért, hogy ez nem annyira az én stílusom, vagy a műfajom, ez a film, de hogy ebből is látszik, hogy nagyon jó, hogy igazából bármilyen műfaj, stílust, világot meg lehet szeretni, ha az úgy van elmesélve, úgyhogy imádtam. És én voltam még egyszer moziban, ugye módikon nem volt rész, úgyhogy akkor nem tudtam mondani, de muszáj ide behoznom. Megnéztem a Mean Girls-nek az új verzióját. Gondoltam, hogy talán kapcsolódsz te is a klasszikushoz, mert nagyon kíváncsi voltam, semmit nem tudtam róla, csak azt, hogy nyilván ez egy remake. Szóval azt sem tudtam, hogy ez egy musical, és én nem szeretem a musicaleket, úgyhogy nagyon igyekeztem a moziban úgy nézni, hogy vonatkoztassál, mert amúgy kíváncsi vagyok, hogy azt gondolom, hogyha hozzányúlunk egy ilyen klasszikushoz, akkor ott valamit tudni kell adni. Tehát, hogy ott vagy annyit kell rajta módosítani. Én azt reméltem tőle, hogy egy kicsit jobban megismerem az E-generációt. Hogy ez most arról fog szólni, hogy igen, van a mi Mean Girls-ünk, a mi Bajos Csajok filmünk, amit nagyon szeretünk, és amin felnőttünk. És van most egy mostani, ami meg jobban bemutatja, hogy most mi a helyzet, és hogy egy kicsit érzékenyebb, vagy egy kicsit máshogy tud kommunikálni. És az a baj, hogy én ezeket nem láttam benne. Nyilván volt néhány olyan módosítás, amitől inkluzívabb lett, de hogy ez már ilyen alapvetés szerintem, vagy legalábbis bennem az volt, és valami többet, valami nagyobbat vártam tőle, mert különben tényleg minek újra csinálni egy filmet, hogyha nem tudsz vele valami. És ugye Tina Fey az egyik írója, szóval, hogy egy kicsit miatta is voltak ilyen nagy elvárásaim, hogy hát ő, és volt néhány jó pillanat, meg néhány jó poén, de pont azért, mert tudom, hogy ő mennyire tehetséges, ennél sokkal jobb lehetett volna. Meg azt olvastam, hogy Lindsay Lohanre volt valami dig a filmben, ami rosszul esett neki. Na, erre de nem aztán emlékszem. Nem követtem tovább, hogy az hogy alakult. Uh-huh. De ez most nekem is új információ, hogy musical, és én sem vagyok nagy musical. Igen. Igen. Nem volt nehéz annyira, szóval így voltak tényleg jó pillanatok, de nem. Szóval nem ez volt a módja szerintem, amivel egy ilyen filmet újra csinál az ember. Sajnálom. Ez van. Én nem láttam. Nem baj. Nem is kell szerintem megnézned feltétlenül. Na, nézzük akkor a megjelenéseket. Kezdjem én, és akkor te utána átveszed, vagy hogy legyen? Igen. Szerintem kezdjed te, és aztán én pedig... Vagy nem is, kezdem én. Jó. A mozikkal, és aztán utána átdobod, és aztán én visszajövök még a streamingekkel. Igen, ha nevetétek mit volna észre, nincs itt Maci. Nincs itt Maci? Hol van Maci? Macinak dolga van, úgyhogy azért nincs itt. Viszont így neki az ő dolgait a Skip Intro-ban megkaptuk mi, úgyhogy azért vagyunk összezavarodva, de mindjárt összeszedjük magunkat. És már össze is szedtük magunkat. Igen. A mozi premierek, ugye most kiadtunk 2 hetet, úgyhogy próbálok a lehető leggyorsabban átmenni. A rajta Mark Wahlberg egy új filmmel jelentkezik a moziban, és ez kivételesen nem feltétlenül egy akciófilm. Az Arthur a király egy teljesítmény túrára induló Mark Wahlbergről szól, akinek ez az utolsó lehetősége, hogy ezt a túrát teljesítse és megnyerje, és ő legyen a legjobb, de útközben találkozik egy kutyával, akivel borzasztóan jobban lesznek, úgyhogy elméletileg ez egy feel good kedves film, de azért én a helyetekbe utána néznék a doesthedogdie.com-on, mert vertek már át, ez az igazság. Aztán érkezik a Szeplőtlen, vagyis az Immaculate, ami Sydney Sweeney-nek az új filmje. Ő hány filmet forgat egy évben? Most, mintha egyszerre most igen. 3 jött ki neki. Én idén hallottam először a nevét, és azóta 3 filmben benne van, úgyhogy... Ezért nem látod az Eufóriát. Ezek az Eufória színésznők, ezekkel... Ezért sem láttad a White Lotus-t? A második évadot nem láttam, az első évadot néztem meg a White Lotus-ból csak. De ez egy horrorfilm. Apácás.
horrorfilm. Egy szeplőtelenül szeplőtelen fogantatás. Hogy hívják ezt, amikor... Igen. Tehát, hogy a Sidney Sweeney terhes lett a fun része nélkül apácaként, és ezután furcsa dolgok történnek. Aha. Slash horror. Úgyhogy apáces horrorból egyébként nincsen hiány, mert a Nun is nem olyan régi. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a Hollywoodnak az obsessionje ezzel a apáca, de közben félünk dologgal, de úgy látszik, hogy ebből nem mostanában fogunk kijönni. Érkezett még a múlt héten az Őszi Sanzon, ami egy francia romantikus film, francia, kifejezetten jónak tűnik, egy sikeres párizsi színészről szól, aki hamarosan betölti az 50-et, és van egy régi szerelme, Alice, akivel megszakad a kapcsolat, és boldogtalanul tengetik az életüket egészen addig, ameddig Mathieu, az 50-es férfi le nem látogat a Párizs melletti kis, mit tudom én, milyen tengerhez, ahol újra találkoznak. Kedves. Úgyhogy kicsit olyan, mint a Past Lives, csak leginkább franciákkal. Hogyha viszont szórakozni akartok, akkor Kung Fu Panda 4. És nem tudom, hogy erről kell bármit mondani, de kicsit olyan, mint a 3, sok közben 4. És Jack Black újra csinálta a Hit Me Baby One More Time-ot hozzá, és összesen ennyit tudok egyelőre a Kung Fu Panda 4-ről. Az a része, gyerekek, viszont csodálatos, mert hogy Jack Black csodálatos, és emiatt ez is, értitek. Ami viszont számomra kimaradt, és kifejezetten jónak tűnik, az a Vaskarom című film, ami legjobb embereket próbálom erről meggyőzni. Pankrátorokról szól valójában, és ez Sean Durkinnek az új filmje, egyébként az aranypálmát el is vitte érte, egy Fritz von Erich nevű arcról szól, aki egy ilyen vasmarkó apuka, aki igazából lerakta a modern pankrációnak az alapjait. És nem tudom, hogy ki mennyit tud a pankrációról, de ez ugye nem a legvidámabb dolog a Földön. A maga az üzleti része sem, meg az sem, hogy minek teszik ki ezeket az embereket, és na mindegy, szóval ez nem egy vidám film, viszont úgy néz ki, hogy Zac Efron úgynevezett színész benne. Ő benne a pankrátor? Az egyik, három fia van ennek az úrnak, és ők hárman, mind a hárman pankrátorok. Nagyon, nagyon jónak tűnik. Téged meggyőzött? Nem tudnám őszintén mondani, hogy igen. Jó, hát na, tehát, hogy a Nemzeti Pankrátor Szövetség nekem nem ad semmi pénzt azért, hogy én meggyőzzek embereket arról, hogy a pankráció egy szuper dolog. Nem úgy a Godzilla X Kong, ami szintén most fog érkezni 28-án a mozikba. Na, amellé ennék egy kis popcorn szívesen. Fú, én is. Az egy olyan film, amit megnéznék, ha van popcorn. Figyelj, az a helyzet... Pankrátorost azt nem. Pedig nagyon jónak tűnik egyéb. Dráma. Tehát, hogy ki kell szűrni a pankrációt. Hát a Dűnéből is ki tudtad szűrni a sci-fi-t, akkor ki tudtad szűrni ebből is a pankrációt, nem? Nagyon szép hasonlat, nem biztos, hogy működik. Nem, de nem ugyanaz. Értem. Jól van. Jó. Minden esetre jön a Godzilla X Kong, aminek a leírása egész egyszerűen tökéletes volt, ugyanis kiderül, és most kapaszkodjatok meg, hogy Godzillánál és Kongnál vannak még veszélyesebb dolgok a föld alatt. És se Godzilla nem tudná legyőzni őket egyedül, se Kong nem tudná legyőzni őket egyedül. Úgyhogy össze kell fogniuk. Ez az a Godzilla, aminek a CGI-ja kapta az Oscart? Nem. Az a Godzilla Minus van. Az egy másik dolog. Jó. Teljesen más dolog. És jön még egy film, aminek nem voltam hajlandó megnézni a trailerét sem, de a leírást elolvastam csak a ti kedvetekért. Az a címe, hogy a pókok. És
Nem bonyolították túl. Nem bonyolították túl, és értem, hogy miért nem bonyolították túl, mert valójában pókokról szól ez a film. Értelemszerűen nagy, undorító CGI pókok lepik el a szerencsétlen embernek a házát, és aztán az egész épület komplexumot, és innen kell kijutniuk. Én az arachnofóbok nemzeti tanácsának egyik alapító tagjaként szeretném jelezni, hogy elég lesz. Elég lesz a pókokból. Köszönjük szépen. Tudunk a létezésükről. Bizonyára vannak köztük hasznosabb fajták, de elég lesz. Reméljük eljut az üzeneted oda, ahova kell. Igen, igen, és remélem, hogy a főszereplő ember, ő meghal benne, megcsípik és meghal, mert ő vitte haza ezt a pókot, mert ő pókokat gyűjt. És aki pókokat gyűjt, azokat szerintem csípjék meg a pókok. Ez a nem pét... Próbálja meg! Próbálja meg! Ezt tudom tanácsolni. Az HBO Max-ra a héten sok minden érkezik egy egészen széles skálája dolgoknak. Ma, vagyis március 27-én a Dan Reed rendezte dokumentumfilm érkezik, aki egyébként a Leaving Neverlandnek is volt a rendezője, úgyhogy lehet tőle jó dolgokra számítani. Ez az Alex Jonesról szól, aki egy... Ha nem ismeritek, ő az egyik legismertebb összeesküvés hívő média személyiség, és a 2012-es esetet dolgozza fel ez a film. A Sandy Hookban történt iskolai tragédia, amire ő azt mondta, hogy ez fake news, és ez nem igaz, és hogy színészek voltak a gyerekek, az FBI-osok, a szülők, mindenki. Úgyhogy ez egy elég felkavaró történet is, meg azt gondolom, hogy erős idegzet kell ahhoz, hogy magát a filmet meg lehessen nézni. Én valószínűleg nem fogom. Az a címe, hogy The Truth versus Alex Jones, vagyis az igazság versus Alex Jones. Az ő tárgyalását követi nyomon gyakorlatilag. Ugye az áldozatok szülei beperelték emiatt, és már elég sok perben részt vett ez az ember. Nézzetek utána, ha van hozzá idegzetetek. Igen. Engem a cikk is felkavart, amit elolvastam róla. Ha nincsen idegzetetek, akkor viszont nagyon tudom ajánlani szintén a Maxon John Oliver, azt hiszem, hogy négy éve csinált egy epizódot Alex Jonesról, hogy ki is ő valójában, és egy ilyen egy ilyen forced objektív végigpásztázása annak, hogy kicsoda Alex Jones, és miből él, és mi az az Infowars, ugye az a csatorna, amit ő csinál. Így a szekunder szégyen és a jövőd iránti félelem egyszerre párhuzamosan van jelen. Gondolom, hogy a film erre még rá is játszik annyira, hogy borzalmasan érezzem magam. Valószínűleg igen. Március 28-án, vagyis holnap érkezik a Casa Grande. A premier napján elérhető lesz az összes epizód, ami egy családi drámasorozat az észak-kaliforniai farmerek életében nyújt betekintést, vagyis egy új Dallas. Érkezik az HBO Max-ra. Oh my god! Igen, igen. Megnéztem a trailert, képzeljétek el, minden családnak vannak titkai, ahogy ennek a családnak is, ahol mindenféle szerelem, meg tiltott szerelem és egyéb hasonló dolgok történnek, elegáns ruhában, medence mellett pesgőző emberekkel. És lehet, hogy tök jó lesz. A 29-én érkezik a Call Me By Your Name, vagyis a Szólíts a neveden című film, ami csodálatos, hogyha nem láttátok, még pár évvel ezelőtt ugye az Oscar egyik nagy filmje volt Timothée Chalamet-val a főszerepben, akkor nézzétek meg. Őt most elég sok mindenben láthatjátok a Maxon, hogyha szeretitek, akkor kaptok belőle bőven. Március 31-én több minden is érkezik, például a harmadik típusú találkozások rendezői változata, a 2004-es Hellboy és a 98-as Godzilla. A Hellboy! Fú, nagyon szeretem. De a 2000 az már az Ron Perlman még, nem? Dolgokat legjobb embertől kérdezem én ezt. A legjobb embertől.
Azt hiszem, hogy ez még az. Illetve érkezni fog egy Dumb Money című film, magyarul a címe Pénzeső. Ez egy sok-sok sztárt felvonultató dramedy, ami valós eseményeken alapul, amikor is Keith Gill, aki egy kis videójáték cégbe fektetett be, és ezt igazából a YouTube-on így nyomon is lehetett követni, mert ő mindenféle tartalmat gyártott róla, és nagymértékben növelte a cég értékét, nagyon-nagyon-nagyon gazdag lett, amivel felhúzott nyilván néhány milliárdost, és olyan színészek játszanak benne, mint Paul Dano, Seth Rogen, Pete Davidson és Vincent D'Onofrio. Tényleg kéne egy olyan sort, amiben összevágja valaki, hogy mennyi nevet nem tudunk kimondani helyesen. Ja. Ez egy borzasztóan jó dolog, ez egy ilyen így a gamingben hatalmasat ment ez a dolog, mert egy GameStop nevű cégnek a részvényeiről volt szó, és nyilván valami magic, nem értek hozzá, de a GameStop az egy nagyon régi ilyen videójáték bolt hálózat, és értelemszerűen a fizikai értékesítéssel együtt ez is ment már így a levesbe. Viszont sokak a Redditen úgy döntöttek, hogy hát akkor ez most mégsem egy. És nyilván nagyon sok nagy cég arra fogadott, hogy ők csődbe fognak menni. És a Reddit az pedig elkezdte felstopfolni az árát a részvényeknek. És ez insert gazdaság, valami történt, és végtelen mennyiségű ilyen hedge fund vezető vesztett borzalmas mennyiségű pénzt ezen. Ja. Nagyon jó a trailer, nézzétek meg szerintem. Igen, valószínűleg jó is lesz egyébként. Való a film, vagy nem, de engem kifejezetten érdekel. Április 1-én érkezik még Willem Dafoe-nak három filmje is, a Lángoló Mississippi, a Szakasz és a Pokol Bajnoka, és április 5-én érkezik az egyik legjobb romantikus film, ami valaha készült a világ történelemben, a Harry és Sally. Úgyhogy lesz mit nézni. És az HBO Maxon kívül is egyébként lesz mit nézni, vagy van már mit nézni streamingen. Érkezik például a Szegény párák, amire én nem számítottam, hogy ennyire hamar a mozi premier után, vagyis hogy inkább ennyire hamar az Oscar után ki fog jönni. Láttad a Poor Things-en? Nem, csak láttam az Oscar díjakat. Igen. Nyert egy pár dolgot. Úgyhogy Disney hamarosan nézhető, és most igyekeztem mindenkit bevenni, és képzeljétek el, hogy a Műanyag égbolt, ami Szabos Arolta és Bánuszki Tibornak az ilyen posztapokaliptikus animációs filmje, az érkezik az RTL streaming szolgáltatósára, aminek nem tudom, hogy mi a neve. Hívjuk RTL Plusznak. Hívjuk RTL Plusznak. Amit kihagytunk a múlt héten, az X-Men 97, ami most már nézhető, és ha bármennyire is érdekelnek a képregények, akkor erről hosszan tudna mesélni Maci, hogy ez miért annyira fantasztikus, és miért olyan csodálatos. De Maci nincs itt. Én meg nem néztem annyira utána, hogy elmondjam nektek, hogy miért annyira jó az X-Men 97, mert az a helyzet, hogy ez egy olyan rókajuk, amiben én úgy nem szeretem bedugni a fejemet, mert... Jobb is. Ugye? Nagyon. Úgy hallom, ez nem egy olcsó hobbi. A képregény gyűjtés. Nem annyira. Nem olcsó, nem hely barátságos. Na. Jó. Most már egyre kisebb helyem van a lakásban, úgyhogy oda már aztán tényleg semmi nem fér be. Úgy indultunk egy pár éve, hogy az egész nappali az enyém volt, egy stúdióval, aztán volt egy külön szaj, most egy sarkon van. Szörnyű lehet. Nem annyira. Nem annyira, de köszönöm, hogy elmondhattam. Illetve Prime-ra érkezik Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaalnek a csodálatos akciófilmje. Alig várom, hogy megnézzem egyébként. Ez az Országúti diszkó. Este nézte meg a férjem, vagy éjjel. És? Neki nagyon tetszett. Ez új film? Ez egy új film. Ez most jött ki Prime-ra, nem olyan régen. Reggeli közben mesélt róla. Olyan felső teste van ennek a férfinek, hogy nem tudom megbocsájtani neki a férjének, vagy a Jake-nek? A
férjének is. Elképesztő, tényleg fantasztikus. Tehát innen is gratulálok neki. Innen is gratulálok neki, de Chillingerre gondoltam. Per se. Illetve Benioffnak az új sorozata, a Three Body Problem, megjelent a pirosoknál. Elég menő a trélere, de nem menő. Tudom, hogy olyan íze van-e, mint az összesnek abban a pékségben, vagy ez tényleg jó? Nagyon úgy néz ki, és nagyon szép hasonlat, nagyon úgy néz ki, hogy ez tényleg jó. Jó, és mondjuk én Benioffékat nagyon szeretem, nyilván egy csomóan nem bocsájtottak meg nekik a Trónok harca utolsó évada miatt. Én egy megbocsájtó lélek vagyok. Úgyhogy Weiss és Benioff most ezt rakták össze ügyesen. Nagyon én nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy van mit nézni most. Bőven van mit nézni. Szuper. És van egy hírünk is, ami annyira nem friss, de... Két hírünk, de két az egyik, ami annyira nem friss, de én nagyon szerettem volna, ha beszélünk róla. Nem tudom, hogy te Sims-eztél-e. Nem? Ó, akkor na mindegy, attól még. Én Sims-eztem, nekem ez egy nagyon fontos része volt a gyermekkoromnak. 2000-ben jelent meg ugye a Sims, és az pont amikor én ott voltam, hogy így kicsit videójátékokkal ismerkedtem és játszottam. És az helyzet, hogy volt egy kb. 10 évvel ezelőtt egy ilyen visszaesésem, nem jut eszembe szebb szó erre, ami történt, de hogy akkor megint játszottam egy kicsit, és nekem azóta is így rögzülve van a fejemben néhány dolog, ami a Sims-ből jött, amikor például nem tudom, valahova éppen rohanok, és azt érzem, hogy nagyon kell pisilnem, és szomjas vagyok, és ugye ott az van, hogy a szimeknek az, hogy érzi magát, ott vannak különböző ilyen kis csíkok, hogy melyik hol tart, és esküszöm, hogy meg szokott jelenni a fejembe, hogy ez egy kicsit kezd lemenni, úgyhogy erre kéne egy kicsit tölteni. Meg egy csomó ilyen dolog van, ami így annyira rögzült bennem, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, hogy Margot Robbie-nak a producer cége csinálni fog egy Sims filmet. Szerintem ez zseniális. És ugye tök izgalmas az, hogy a Barbie is egy olyan játékbaba, meg a Sims is egy olyan játék, hogy nincs egy sztori, hanem bárhova lehet vinni. És ugye az alapján, hogy a Barbie valamit csinált, én nagyon bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz ez a Sims film, és Kate Herron fogja rendezni, elvileg, nem tudom, ez mennyire hivatalos info, aki ugye Marvelnek a Loki sorozatnak az első évadát rendezte. A jó évadat. És a forgatókönyvet pedig együtt fogja írni Bryony Redmannel, úgyhogy ez egy ilyen igazi női power alakítás, meg mű lesz. És nagyon várom. Pedig a Sims aztán abszolút egy unisex dolog. Én is borzasztó mennyiséget játszottam vele. Ja. Én azért nem játszottam, mert a bátyám nem engedett oda a géphez. A trauma. Még be lehet pótolni. Mondanám, tudom, hogy én oda engedtelek volna, de valószínűleg én sem. Ne haragudj. Hát legyen inkább nővéretek. És akkor felvált volna el Sims-ezni. Mert ő hagyta, hogy te játszel? Igen. Innen is köszönöm. Illetve ez múlt heti hír, de úgyse tudtunk volna beszámolni róla a múlt héten, mert hogy csütörtökön jelentette be az HBO, vagyis hogy a Warner Bros. Discovery, bocsánatot kérek, hogy folyamatosan HBO-nak hívom azt, ami nem HBO. Még egy kicsit szabad, nem? De, tehát, hogy eddig is Warner Bros. Discovery volt, csak eddig HBO-ként hivatkoztunk rá, mert hogy mennyivel egyszerűbb. De az HBO-ról át tudok szokni a VBD-re, hogyha az bárkinek megfelelőbb egy kicsit. Mindegy, bejelentették, hogy május 21 érkezik a Max. Bizony. És ugye most volt nekünk egy olyan, hogy HBO Go, aztán lett egy olyan, hogy HBO Max, aztán most lesz egy olyan, hogy Max. És Max, és ugye nem csak a név, tehát hogy ez nem ilyen a netpincér fudóra, hogy mindig le kell váltani, hanem nagy ugye dolgok fognak szép tetszett. Nagy összeborulások voltak, úgyhogy most megsokszorozódik a tartalom is, illetve egy kicsit átalakulnak az előfizók is. Főzős műsor lesz, meg ilyenek. Fuck yeah, mert hogy bekerül a Discovery-nek az összes ilyen, tudod, ilyen hátradőlsz, és akkor jobból egy részt, akkor most megnézzünk, nem? És hopp, hajnali kettő. És ez lesz az egyik nagy változás, illetve az, hogy két csomag lesz, két ilyen előfizetési csomag, az egyik, bocsánat, puskáznom kell, a standard,
az Full HD felbontás 1080p, streamelhetsz összesen két eszközön párhuzamosan, és 30 cuccot tudsz letölteni, ami azt jelenti, hogy így offline viheted magaddal. Ami, nem tudom, tehát 30 tartalom, azt gondolom, mondjuk egy sorozatból 30 epizód, vagy 30 film, vagy tehát valami ilyesmi. A másik meg a Premium, ami 4K, tehát hogy az 4K felbontás plusz Full HD, hogyha csak azt tudod futtatni. Illetve Dolby Atmos hanggal. Dolby Atmos hanggal, amire nem képes a tévénk. Illetve akár 4 eszközön tudsz párhuzamosan streamelni, és 100 cuccot tudsz letölteni. És ami még kúró jó lesz, ami mondjuk nekem nem tudom, hogy ez mennyit fog jelenteni, de hogy Maci borzasztóan rajta van, hogy élőben lehet nézni minden pillanatát majd az olimpiának. Ugye most Párizsban lesz az olimpia, 2020-es olimpia, és hogy a Maxon így mindent végig. És hogy ez hozzátartozik majd mind a kettő csomaghoz. Nem, ez egy kiegészítő csomag. Nem, ez az olimpia az hozzátartozik mindegyikhez. Csak van egy külön sportcsomag, amit így, tudod, ilyen kiegészítőként meg tudsz rendelni, és ahhoz meg ott vannak a Eurosport. Nem akarok hülyeséget mondani. Erre tenisz, ráérünk, meg minden, erre majd beszélünk. Végtelen. Sport. És az olimpia az egyetlen sport kb, ami még engem is érdekel. Szóval, hogy azt még én is szeretem nézni. Igen? Aha. Nem tudtam. És csak 12 éve vagyunk együtt, úgyhogy azóta alig volt olimpia. Igen, azóta maximum 3 olimpia lehetett. Maximum 3-szor maradtál rá. És azt a 3-at nem nézted. Ebben hát mert nem volt televíziónk, de most lesz lehetőségem nézni. Bocsánat, mindig volt televíziónk, csak konzolok adás. Vannak rákötve. Így van. És azokon nincs olimpia. Most már van. Most lesz, és most fogom Igen. nézni. És a sporttal kapcsolatban megvárjuk Macit, mert majd ő fogja tudni ügyesen megmondani, hogy mi történik valójában, mert belőlem ezek a férfigének hiányoznak, hogy sport plusz tájékozódás, ez a kettő, ez sajnos nem megy. Illetve gyerekek, június 17. Trónokharca? Bocsánat. Sárkányok háza. Második. Néztél Sárkányok házán? A második vagy a harmadik részig jutottam, és nagyon tetszett. Csak jött egy nagyon sűrű időszakom, amikor túl stresszes voltam ahhoz, hogy sorozatot nézek éjszaka, és inkább sorozatnézéseket dolgoztam. Ó, de miért? És jobb volt. Jobban tett a lelkemnek, igen. No. Nem, amúgy abszolút értem, amit mondtasz, csak... És utána meg jött a várandóságomnak az utolsó trimesztere, amikor úgy éreztem, hogy nem bírom el ezeket, és azóta valahogy még nem jutottam vissza hozzá. De most már annyi jó ötletet mondtatok, hogy... Nagyon sajnálom az összeset, illetve a várandóság alatt a Sárkányok háza nem feltétlenül az, de az amit, már az első amit, részben. Az első részben, és aztán utána ez egy visszatérő dolog, ez a gyermeknemzés és annak nehézségei a sárkányos barátok közben. Csodálatos. Engem még nem tudott rábeszélni egyikük sem. Nem is lehet téged erre rábeszélni, Júlia. Se a Sárkányok házára, én nagyon nem szeretem ezt a megnézed 3 világot. Részt, mert van egy visszatérő epizódunk minden évadban, amiben egymásnak ajánlunk különböző tartalmakat. Az az álneve, hogy szerintem te szeretnéd ezt, de igazából nem vagyunk mindig ilyen jó fejek egymással. Valójában az álneve, az ezt most meg kell nézned. Tehát, igen, hogy még de csak hogy nem, az is, a nem is árulunk. Szerintem neked ez tetszeni fog, csak magadtól nem veszed rá magad, de valljuk be őszintén, hogy a Trónok harca ajánlás sem egészen így nézett ki. Nem. Csak annyira elhiszitek, hogy ez csodálatos, hogy muszáj, hogy én is szeressem. Nem, bocsánat, mi tudjuk, hogy ez csodálatos, csak nem neked. De ezt én is tudom. Ugyanezt gondolom a Sárkányok házáról, úgyhogy nagyon örülök nektek, akik örültek annak, hogy borzasztóan. Hamarosan érkezik a Sárkányok háza. Borzasztóan, és az a helyzet, hogy ezek a Warner Bros. Discovery-s emberek, ezek nagyon értenek ahhoz, hogy hogyan kell engem felajzani megfelelően, mert ugye most az első évadnak ott úgy lett vége, hogy... Szeretné ezt tudni, Betty, vagy még meg én szeretem előre is tudni a dolgokat. Igen? Úgy, igen? Igen? Nagyon jó. Az első évadnak ugye úgy lett vége, hogy nem akarom elszpoilerezni senkinek, de hogy mindenképp
ketté szakad, a két hatalomra szakad a király halála után, akiről úgy tudjuk, vagy az uralkodó halála után, akiről úgy tudjuk megfogalni. A két táborra szakad minden, és csináltak egy Team Black és egy Team Green trailert. És nyilván tök egyértelmű, hogy kinek drukkolsz, teljesen mindegy, bár közben meg szembe jött, hogy nem egyértelmű. Tehát, hogy van, aki tényleg hülye. Tehát, hogy van az, aki az egyik tábornak drukkol, és vannak azok, akik tévednek. Ezt akartam csak hozzátenni. Viszont áttértünk a fő témánkra, mert elfogytak a híreink. Így van. Oh yeah! Szóval, arról fogunk ma beszélgetni, nagyrészt elméletben, de nyilván hozni fogunk filmeket, sorozatokat példaként, hogy vajon az, ahogy megjelenik a képernyőn a terápia, a pszichológusok, az, hogy hogy néz ki egy ilyen session, az vajon bátorítja az embereket arra, hogy menjenek terápiára, mennyire van egyáltalán rájuk hatással, vagy éppen elijeszti őket ettől. Mi azért nekünk a személyes kapcsolódásunk, mind a ketten Dáviddal külön-külön jártunk terápiára többször is, több emberhez is, és abszolút annak a pártján vagyunk, hogy szerintünk mindenkinek szüksége lenne egy kis terápiára, nem kell ehhez semmi olyan dolognak történnie, egész egyszerűen segít, és fontos. Betty, te pedig nyilván szakember vagy, úgyhogy egy kicsit elhelyezed nekünk, hogy te hogy vagy amúgy a filmekkel, ez bármi, ami a témáról eszedbe jut, ami miatt úgy gondolod, hogy tök jó most itt lenni. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon izgalmas téma, és random sorozatokban is előjön, ahol nem is számítanék rá, én legalábbis, hogy elő fog jönni ez a vonulat, és elég kontroverzi, mert valahol szerintem nagyon jól meg tudják ragadni a pszichoterápiának, vagy a pszichológushoz járásnak ezt a transformatív természetét. Van, ahol meg pont, hogy vagy úgy mutatják be a terápiát, hogy én ezt ilyen sloppy worknek hívom, hogy nem néznek utána, hogy ténylegesen hogy néz ki egy terápia, és mondjuk konkrét tanácsokat osztogat a pszichológus, vagy vannak azok, ahol konkrétan arra megy rá a film vagy a sorozat, hogy egész egyszerűen rossz a szakember, mert hogy mint minden szakmában itt is előfordulhat az, hogy rossz a szakember. Uh-huh. Úgyhogy igen, de ugye mivel ezeket folyamatosan nézzük, és az életünk mindennapjaink részei, sorozatok, filmek, és sokszor nem kritikusan szemlélünk ezekre, hanem csak úgy elfogadjuk alapvető igazságként, amit látunk valahol, ezért igen, pozitívan és negatívan is nagyon tud befolyásolni egy ilyen. Te tudsz nem szakmabeliként nézni egy ilyet, vagy azonnal bekapcsol a ki, hogyan, mit csinál? Tudok, főként azért, mert ugye én nem kliensekkel foglalkozó pszichológus vagyok, hanem pszichológiai ismeretterjesztéssel, és ezért nyilván vannak ismereteim arról, hogy néz ki egy one-on-one terápia, vagy egy konzultációs alkalom. A technikákról is tudok valamennyit, szóval sokszor van, hogy így észreveszem, hogy ez most ez a technika, és akkor nagyon boldog vagyok, hogy észrevettem, hogy ez most ez a technika, de alapvetően szerintem én is így ilyen félig laikusként vagyok jelen ezekben a helyzetekben. Mi meg ugye nyilván csak a saját tapasztalatunkból tudunk merítkezni, és egyébként tök érdekes, amit mondtál arról, hogy most parafrázisa ez annak, hogy néha tényleg csak punchline a terápia, hogy valaki nagyon elront valamit, és akkor ide vezethető ez vissza. És nagyon sokáig ez volt a hozzáállása, főleg Hollywoodnak, hogy igen, a pszichoterápia az téged a halálba tud befolyásolni bármivel. És rengeteg kutatás volt erről, tehát hogy a pszichológiát borzasztóan érdekli az, hogy a popkultúra az hogyan hat rá, és találtam egy ilyen gyűjteményt, amiben vagy 60-70 doktori disszertáció van, ami különböző részeivel foglalkozik ugyanennek a témának. A női reprezentáció, a melyik fókuszcsoportok, hogy kinek mi az, ami elvette a kedvét, meghozta a kedvét, olyan elvárásokkal érkezik egy terápiára, amik nem, hogy is mondjam, nem reálisak, amiatt, hogy mit nézett és hogy nézett. Épp most borzasztó érdekes, nyilván nem 80 diszertációt ezzel kapcsolatban, de hogy van egy
aki összegyűjtötte, az valójában szemlézte is az egészet, és akkor az egy ilyen 16 oldalas fogyaszthatóbb, emberségesen tartalomban összefoglalta, hogy hogyan is alakult ez. És 2016-os ez az utolsó bejegyzés, ami így összefoglalja, és már ott látszott az, amit egyébként én is látok, és nem tudom, hogy te egyet értesz-e vele, hogy azért most már azért mindenki sokkal jobban figyel arra, hogy az, amit látsz, az vagy jó legyen, hiteles legyen, vagy egyértelműen legyen rossz. És nem tudom, hogy te ezt megfigyelted el. Abszolút. Már csak egy olyan példa jut eszembe, hogy régebben a sorozatokban például büntetésből küldték az embert pszichológushoz. Uh-huh. Ami a mai világban, egyrészt a világ is változott annyit, és a társadalmak is változtak annyit, hogy ennek is, szóval a filmnek is, ezt, filmiparnak is ezt le kellett képeznie, ezt a változást. De akkor is, hogyha büntetésből elküldték egy pszichológushoz, akkor általában nem egy reális képet festettek le arról, ami ott zajlik, vagy hogy milyen a kapcsolat a pszichológus és a kliens között. De azért régebben is voltak olyan filmek, sorozatok, meg most is, amik azért szerintem jól kezelik ezeket a helyzeteket. Meg még az jutott eszembe, hogy úgy összességében sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy ebben a tekintetben is érzékenyek legyenek a sorozatok, ahogy például a szülők megnyilvánulnak sokszor, hogyha a gyerek kéri, hogy pszichológushoz szeretne menni, vagy hogy terápiára lenne szüksége, vagy amilyen helyzetekben felhozzák, hogy figyelj, úgy látom, hogy nem vagy jól, és ezen a nehézségen nem tudsz magadtól túljutni, mi lenne, hogyha szakemberhez fordulnál. És utána, amikor betérünk a terápiára, hogyha nem egy ilyen, most például pont a Wednesday jutott eszembe, ahol egy kicsit sarkos és groteszkre van az egész helyzet, de ott ugye leír róla, hogy itt valami lesz. De például a Ginny and Georgia-ban, ott a második évadban meg egy nagyon racionális helyzet van, ahol tényleg olyan elemek jönnek be, vagy olyan praktikákat mond az önsértéssel kapcsolatban, amik megállják a helyüket így a való életben is. Nekem nagyon furcsa élményem volt ma, hogy pont ma vetszük fel ezt az adást, ugye szerda van, és nekem minden szerda a terápiás napom, és arra gondoltam, hogy akkor a mai sessionből lecsíphetünk esetleg egy 20 percet, és én kifejezetten jobban vagyunk a terapeutámmal, hasonlóak vagyunk, és jól tudunk beszélni, és ő abszolút kapó arra, hogy én becsatornázok ilyen dolgokat a terápiámon. Úgyhogy rákérdeztem nála, hogy ő hogy van ezzel a kérdéssel, és hogy mennyire érzi azt, hogy a reprezentáció úgy általában egy jó dolog, vagy neki ez ilyen tudod, így összeszorul a kezetől, amikor látja, hogy valaki valamit rosszul csinál. És az, amit azonnal felhozott, amikor rákérdeztem arra, hogy hogyan érez ezzel kapcsolatban, hogy mi az, ami szerinte visszaadja valamennyire a valóságot, akkor az amerikai és a magyar terápiát mondta, ami onnan tudja, hogy nagyon valóságos, hogy rengeteg mindent bekapcsolt benne, mint pszichológus is, illetve mint ember, aki járt már a terápia másik oldalán. És számomra ez egy ilyen nagyon furcsa élmény volt, mert így emlékeztetett arra, hogy nekem miért kellett abba hagynom a terápiának a nézését, mert hogy én akkor pont egy olyan helyen voltam, ahol én ezt nem tudtam feldolgozni, hogy valaki mennyire mélyen van, és hogy hogyan küzd ezzel. Ráadásul ott ugye egy ilyen nagyon nem akarom leszólni, inkább csak nálam nem működő terápiás módszer, ezt a CBT-t használják, ami nekem nagyon furcsa, ez a Cognitive Behavioral Therapy, nem tudom, hogy hívják ezt.
Így, igen, kognitív magyarul. Viselkedésterápia. Az, kognitív viselkedésterápiát használnak, ami a... And how did that make you feel? És nyilván ez nagyon sok embernek működik, és főleg mondjuk az én szorongásos problémáimra meg tök jól is működik, de hogy pont ezért én nem tudom ezt nézni. Most csak kiszínezném, hogy a terápia című sorozatról beszélsz most, igen. Ami jó, csak már azt mondod, hogy a terápiát is, mivel a terápiáról beszélünk sokat, hogyha valakinek ja, nem egyértelmű. Ugye ez az HBO sorozat, aminek 3 évada volt, és Mácsai Pál játsza benne a terapeutát. Ez az egyik olyan sorozat, amiről szerintem azért elmondható, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy akkurátus legyen az, hogy néz ki egy ilyen. Nyilván erről szól az egész sorozat, hogy minden rész az valakivel egy session, és ugye visszatérő kliensek vannak, és így megismerjük az ő történetüket, és az, hogy zajlik egy ilyen ülés, és ugye közben látjuk egy kicsit a terapeutának az életét is, ami szerintem megint egy érdekes kérdés, ugye, hogy a való életben nem tudunk semmit nagyon a terapeutának a személyes életéről, és arról, hogy ő egyébként kisoda is mit csinál, és mi a hobbija, legalábbis a legtöbb esetben. Nekem ez a tudásom erről, viszont ugye a filmekben meg nagyon sokszor igen. Tehát van nyilván az, amikor csak a főhősnek egy kiegészítő része az, hogy amúgy jár terápiára, és csak mi is az ülésen látjuk a terapeutát, de nagyon sokszor viszont tudunk róla többet, és emiatt megint egy kicsit máshogy látjuk, vagy mást, nem tudom, szóval más élmény maga így az egész, mint az, amilyen valójában egy terápián ülni. Igen, és nekem tök érdekes volt, hogy Chandler pont ezt hozta fel, hogy a terápia az így látszik rajta, hogy ott dolgoztak szakemberek azon, hogy ez hogyan is nézzen ki, és kértem, hogy hozzon példát, és hozott egy tök érdekeset, ami nyilván nekem nincsen meg, de neki pszichológusként megvan, hogy volt benne egy epizód, ahol a fiatal ember kilépett egy busz elé, és ugye nem volt teljesen nyilvánvaló, hogy ez miért történt valójában, és a Mácsai rákérdez, hogy hol érzi önmagát biztonságban, ami ugye egy ilyen szuicid kontroll kérdés, amit pszichológusok gyakran tesznek fel, amikor sejtenek valamit, és hogy erre is oda figyelnek, hogy hogyan beszél pszichológus, hogy tartja a távolságot, és szerintem ez azért fantasztikus, és ez a nyers valóság az, ami miatt nekem mondjuk nehezen fogyaszthatóvá teszi az egészet. Ja, igen. Meg az tényleg nagyon érdekes, amit mondtál, hogy alapvetően nagyon sok terápiás megközelítésben a pszichológus ez egy projektív felület, egy üres lap, hogy tényleg kb. Semmit nem tudunk róla, és ezért bele tudjuk, szóval ugye ott sokan mondják, vagy hát például Jalom mondta ki, hogy ugye a terápiás kapcsolatban maga a kapcsolat az, ami gyógyít, de hogy ez a kapcsolat így általában ott abban az 50 percben van meg, és hogy egy csomó mindent bele tudunk vetíteni, de hogy ezáltal nem érkeznek vissza ilyen befolyásoló ingerek sem felénk, szóval hogyha például nem tudok róla semmit, akkor nem tudom megítélni, és lehet, hogy mondjuk én egy ítélkező személy vagyok, és hogyha tudom, hogy ő bulizni jár, akkor már nem veszem komolyan azt, igen, amilyen ő, vagy amit ő mond közben. A másik oldalon meg valóban a pszichológus is egy ember, és ugyanúgy megvan a magánélete, meg ugyanúgy megvannak a hibái és nehézségei, és a lelki problémái neki is. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy úgy tudják mégis a terápiában is ember közelivé tenni, hogy közben a professzionális oldalát is megmutatják. Ez a kettőség. Igen, és ez egy szerintem egy tök jó dolog ebből a szempontból, hogy azok, akik mondjuk laikusok, és soha nem jártak semmilyen terápiára, akkor ők így Sándor szavait használva egy voyager-ként kicsit betekinthetnek abba, hogy hogyan is zajlik ez, ami meg valójában nekem ilyen kétélű fegyverként érződik, hogy belenézel valamibe, és azt mondod, így nem lesz szimpatikus valami miatt. És ugye ott nem válik teljesen egyértelművé, hogy azért a módszerekben nagyon nagy eltérések vannak, és hogy,
vannak pszichológusok és pszichiáterek, és hogy közöttük különbségek vannak, nem beszélve a coachokról, a pszichológusokról és a pszichiáterekről. És hogy, hogy nyilván maga a terapeuta is alkalmazkodni fog hozzád, és kinda látni fogja, hogy mi az, ami működik, vagy mi az, ami téged közelebb visz a megnyíláshoz. Igen, meg ami nehézsége szerintem ennek, hogy ugye van mondjuk egy 90 perces film, vagy egy 2 órás film, és ebből mondjuk összesen egy 5 percnyi jelenet van, mondjuk ami pszichológussal, aha, vagy terápiában zajlik, és ugye ebben az időiséget nem mindig lehet lekövetni, és hogy sokszor ugye egy-egy terápia évekig tart, vagy egy-egy önismereti folyamat évekig tart. És hogy a filmek alapján sokszor az emberek azt gondolják, hogy ilyen instant, quick win megoldások vannak a dolgokra, ami nem feltétlenül egy racionális képet fest a dologról. Ó, igen. Például volt egy az a kép, amit kapsz attól függően, hogy milyen filmeket, vagy milyen sorozatokat nézel, az ugye nagyon, nagyon változik. Volt egy kutatás 2006-ban, ami azt vizsgálta, hogy akik a Szálakakuk fészkére című filmet megnézték, azoknak ilyen mérhetően rosszabb véleménye lett az ilyen mental institute-okról, a pszichológiáról, vagy a pszichológusokról így általánosságban. És hogy milyen befolyásoló ereje van, főleg akkor, amikor ugye még nem ezen az információs strádán szágoldottunk 2000-rel, hanem ilyen ott volt, megnézted, ez az információd a témában. Igen. Pont ezt akartam mondani, eszembe jutott a Szálakakuk fészkére, hogy régen azért abban is sokkal több volt, hogy olyan helyzetekben jelentek meg a pszichológusok, ahol ilyen komoly problémák voltak, vagy tényleg ez, amikor valakit beutaltak, hogy muszáj itt lenned, vagy nem tudom, és ugye ez is az, ami remélhetőleg mára változott az emberek fejében, hogy nem csak súlyos esetekben lehet terápiára menni, és most már tényleg a sorozatoknak egy tök nagy részében is megjelenik. Ami még így eszembe jutott tök random, hogy például a Suit az egy olyan sorozat, amit én nagyon szeretek, és ugye ott is van egy olyan főhősünk, aki így eléggé nagyon szerethető, de közben tudjuk azt, hogy ilyen, ez az antihíró, hát nem is tudom, nem hívnám antihírónak, de hogy azért vannak dolgok, amit így megbocsátunk neki, pedig nyilvánvaló problémák, az anyjával való kapcsolat, amit tudom én, így betekintést nyerünk ebbe, és az ő karakter fejlődése az nagyban nagyon fontos része az, amikor elmegy terápiára, és ott tényleg olyan dolgokat tud feloldani magában, amitől igazi nagy változások állnak be az életében, és iszonyatosan izgalmas ezt nézni, szóval, hogy ez is egy eszköz szerintem egy karakter ívnek az építésére, változtatására, hogy egy terápiára elmegy a főhősünk. Viszont ott is az a sztori vége, ugye ő egy ügyvéd, akiről beszélek, hogy hát beleszeret a terapeutába, ami megint egy nagyon izgalmas dolog, amit Hollywood nagyon szeret használni, mert nyilván ez egy izgalmas helyzet, hogy hú, hát itt nagyon nem szabadna ilyennek történnie, de azért néha megtörténik. És nyilván azért, mert ezek vannak kiemelve, itt amúgy nagyon le van beszélve, tehát nem is tudom, hogy hány jogilag rendben van, amikor összejönnek, mert hogy annyi idő eltelik azóta, hogy a páciense volt, hogy az már nem probléma, és nem vett fel ilyen etikai kérdéseket, vagy hát etikait lehet, hogy felvett, de egyéb kérdéseket nem vett fel. De hogy ugye ez például egy olyan dolog, hogy nagyon nem szabad, de azért megtörténik, és mivel ez az, amit szeretnek megmutatni sokszor, ezért ez is lehet egy olyan tévképzett emberek fejében, hogy fú, akkor ez így működik, és ugye a terápiában is van egy ilyen sztoriszál, meg ugye a terápiának több verziója van az In Treatment, ami a 2008-as sorozat, és abban is a legelső rész az ez, hogy hát arról megismerünk egy lányt, aki így a nagy végére kiböki a session végére, hogy amúgy már évek óta jár ide, és szerelmes a terapeutába, és ő meg így semmi reakció nem jön tőle, tehát hogy ez így nincs. Szóval ez egy nagyon érdekes olyan dolog szerintem, amit viszonylag gyakran látunk, és tévképzeteket szülhet, bár azért van ilyen, nem? Szóval, hogy nem tudom. Ez egy borzasztóan gyakori dolog, az a helyzet. A Sándornál külön rákérdeztem erre, ugye a terápia kapcsán is, ahol ez szintén előjön. Az igen, hogy ilyen érzéseket táplál valaki, azt tudom, hogy ez tök normális, de hogy ebből aztán meg is valósul, az azért...
Az valószínűleg lényegesen ritkább, mint ahányszor. De hogy azt hiszem, hogy a... Bocsánat, muszáj. Próbáltam jegyzetelni, mert nem tudok ennyi mindent megjegyezni. A erotikus viszont áttételnek hívta ezt Sándor, és azt mondta, hogy az, ami a terápiában történt, most szúcsban nem emlékszem rá, de az, ami a terápiában történt, az elég tűpontosan van lepárolva, hogy az hogyan zajlik, mert hogy ugye maga a pszichológus is valójában tehát hogyha elmész egy pszichológushoz, akkor így rányomsz egy szerepet, amire neked szükséged van. És az egy idő után pedig magának a terapeutának így le fog esni, hogy akkor ő ez a szerep jelenleg, és hogy erre van szükség. És ugye bekapcsol dolgokat, hogyha ami nyilván gondolom terapeutaként, hogy a képzésnek ez része, hogy így felhívják a figyelmedet, hogy haló. Szóval egyszer csak eljön majd az a pillanat, amikor. De nem tudom, hogy ez hogyan zajlik. Itt is ugye gyógyító kapcsolat a kettő között, ami kialakul az emberek között, és hogy itt a pszichológusnak az abszolút felelőssége az, hogy ő ezekben a helyzetekben úgy navigáljon, hogy valamilyen szinten megadja azt, amire szüksége van a kliensnek, de a kliensnek nem az a szüksége igazából, hogy akkor mi most ténylegesen egymásba szeretünk, és innentől kezdve egy párt alkotunk. Úgyhogy itt tényleg nagyon a terápiában is, ha jól emlékszem, rögtön az első évadban, vagy az első pár részben elkezdődött ez már, és hogy ott a nagyon validan mutatták be ezt a struggle-t is, mert hogy ő is tisztában volt vele, hogy itt most ez történik, és hogy itt ő az, akinek megállt kell parancsolnia ennek az egésznek. Akár egyébként, hogyha eljön az a pont, akkor meg lehet mondani azt is, hogy sajnos én nem tudom folytatni ezt a terápiát, mert hogy az is nagyon fontos, hogy a pszichológus hogy van jelen ebben a kapcsolatban, és hogy felismerje azt, hogy ő ebben tovább tud-e úgy menni, hogy nem bonyolódnak bele ebbe a szerelmi szálba, és akkor ez is egy visszajelzés tud lenni. De az is előfordul, azt ritkában mutatják, hogyha tudom, hogy az normális, hogy a páciens a terapeutába beleszeret, van ez fordítva is? Tehát, hogy ez a kapcsolat fordítva is kialakulhat? De most nem ilyen random dolgokra gondolok, hanem van egy olyan dinamikája ennek az egésznek, ami miatt ez... Ezért nagyon fontos, hogy a pszichoterapeuták is, vagy a pszichológusok is járjanak szupervízióba a saját eseteik kapcsán, és az önismeret, ami rettentően fontos, mert hogyha valaki felismeri, hogy hoppá, elkezdek pszichológusként vonzalmat érezni, akkor azzal ott dolgom van, és azzal nekem kell dolgoznom akár a saját terápiámban, akár a szupervízióban, hogy ez ott lezáródjon, és el tudjam tenni egy dobozba, vagy feldolgozzam, de hogy ne cselekedjek, és ne lépjek annak irányába, hogy itt ez a kapcsolat tényleg el tudjon mélyülni. Neked egyébként, ugye ti a mély levegőben nagyon sokat tesztek azért, hogy így a pszichológiát, a mentális egészséget közelebb vigyétek az emberekhez, akik esetleg így nem találkoznak vele egyébként. Szerinted a film, mint médium erre alkalmas? Szerintem igen, vagy hát én bízom benne, hogy igen, és bízom abban, hogy amit mostanában látok a frissebb filmekben és frissebb sorozatokban, ez a trend, hogy jól érzékenyít, és hogy tényleg inkább azt mutatja meg, hogy lehet jól csinálni, és hogy lehet jól kijönni a terápiából, és hogy a terápiára járni nem gáz, vagy hogy önismeret miatt pszichológushoz fordulni, vagy hogy a bármilyen elakadásunk van, mert borzasztóan nagy hatással van ránk az, amit látunk. És ténylegesen egyre inkább az életünk része a streaming, mert egyre többen vagyunk, akik akár napi több filmet, napi több sorozatot görgetünk végig, és hogy azért azok meghagyják a lenyomataikat bennünk. Szóval szerintem, hogyha egyre több olyan sorozat van, ahol megfelelően van ábrázolva, akkor ez nagyon hívogató tud lenni. A másik oldalon viszont az sem racionális, hogy csak jól ábrázoljuk a terápiát, mert hogy
nem mindig jó. Van, hogy a szakember hibázik. Van, hogy nem hibázik a szakember, csak egyszerűen nem illünk össze, és ezért egy következőre például a Good Will Huntingban volt ez egy jó, hogy egyrészt ő nagyon tesztelgette a terápiákat, és akkor, vagy a terapeutákat, és hogy voltak össze nem illések. Aztán mégis jött egy, ahol megtalálta és tudtak együtt dolgozni. És hogy ez például egy ilyen racionális dolog, és hogy... ez is olyan szempontból jó szerintem, hogy akkor az ember elgondolkozik rajta, hogy aha, akkor az, hogy nekem most az előző terapeutámmal nem működött, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egész pszichológia egy gyökérség, és nem kell ezzel foglalkozni, mert hogy semmi haszna nincs, hanem lehet, hogy akkor tovább kell mennem a következőre, és a következőre, és a következőre, és akkor egyszer csak megtalálom azt, akivel együtt tudok működni. Igen, bár ez az, amit egyébként így nem mond el senki, hogy ez mekkora mentális teher, hogy ráveszed magad, elmész, igen, végigcsinálod, rájössz, hogy nem megy, vagy még inkább jobb esetben a terapeutád rájön, hogy ez így nem működik. És aztán utána csalódsz ott vagy, és elkezded. Még egyszer, ez egy borzalmas mentális teher, bár nyilván tök jó lenne mindenkinek azt ígérni, hogy a végén Robin Williams meg fog ölelni. És nyilván akkor hirtelen borzasztóan népszerű lenne a terápia mindenki számára, mert hogy igen, jó, hát azt ki ne akarná, azt a katarzist, azt ki ne akarná. Igen, szerintem ami még egy ilyen klasszikus félreértés az emberek fejében, hogy terápiára menni olyan, hogy odamész, és akkor még megmondják, hogy mit csinálj. Meg megmondják, hogy te milyen vagy, és akkor mit kell csinálnod, és ez ilyen annyira jól hangzik, hogy bárcsak tényleg az lenne, hogy leülök, és akkor Robin Williams elmondja nekem, hogy ez meg ez van, ilyen meg ilyen vagy, ezt meg ezt kell csinálni, de hogy ez sajnos, vagy nem sajnos, de ez nem ilyen, és ez nem így működik. Viszont az tény is való, hogy vannak olyan módszerek, mint amit például ő is alkalmaz, ami egy kicsit jobban hajaz erre, tehát ami nem csak az, hogy bólogatnak, és a munkát azt neked kell végigcsinálni, ez tény is való, de hogy vannak. Tehát, hogy ha valakit mondjuk ez beszél rá, hogy ezt akarom, és ez nekem jó lesz, és elmegy terápiára, az már egy jó dolog. Az, hogy onnan tud-e tovább menni, de most ugye arról beszélek, hogy a filmek hatásai arra, hogy valakit elindítanak ezen az úton, szerintem az akkor is jó, hogyha nem feltétlenül akkurátos az, amit lát és ami elindította, de hogy valami megszületik benne, hogy ez az, ha neki ment, akkor ha Matt Damon jó, megjavult, és most ma boldogan él, ami meg nem hal, akkor nekem is menni fog. Szóval szerintem ez jó, akkor is, ha nem biztos, hogy pont úgy van minden. És amiről eszembe jutott egy nagyon friss sorozat élményünk, nem tudom, hogy láttad-e a Shrinkinget, de hogyha nem, akkor nagyon ajánlom. Ez a Jason Segel a főszereplője, és Harrison Ford is benne van, és itt pont az történik, hogy hát Jason Segel keresztül megy éppen egy gyász folyamatban van benne, mert elvesztette a feleségét, ő egy terapeuta, egy olyan helyen dolgozik, ahol még ott van Harrison Ford, ő a főnöke, és van még egy női kollégájuk, akikkel így jóban is vannak egyébként, és ő egy kicsit, hát így letér az útról, amin... Ők CBT-znek, mind ez a nagyon klasszikus... Igen, amin járni kéne, és így egyszer csak azt mondja az egyik páciensének, aki egy abuzív kapcsolatban él már évek óta, és mindig újra, tehát így be van ragadva egy helyzetbe, hogy vagy elhagyod a férjedet, vagy nem leszek tovább a terapeutád, és akkor ez indítja el azon az úton, hogy nagyon sok olyan dolgot, olyan határátlépéseket csinál, amit nem csinál egy terapeuta, és úgy néz ki, hogy működik. Tehát, hogy elér dolgokat ezeknél az embereknél, de lehet, hogy csak úgy néz ki, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nagyon jó ez a sorozat egyébként, elképesztően feel good, és mit tudom én, és nagyon jó benne, mivel ez egy pár évvel ezelőtti sorozat, hogy igaz, hogy így viselkedik a terapeuta, de hogy megvan ennek az ellenszele a háttere, hogy figyelj, ezt nem szabadsz, hogy nyilván a főnökeivel, meg számon van kérve, meg ő is tudja, hogy ez nem egészen az az út, amin menni kéne, de hogy szóval nagyon, nagyon érdekes. Igen, és Shannon külön kitért erre, hogy az, ami így az első epizódban van, tudod, így van egy montázs arról, hogy minden kliense elmeséli pontosan ugyanazt minden héten, hogy ezek a problémák, de hogy valójában a gyökere mindegyiknek ugyanaz, és ő meg ott, hogy ez az unalom, ez egy... Ami ez nem egy, látszódhatna rajta. Nem látszódhatna rajta, de hogy ez az, amit minden terapeuta érez, és tényleg van az, mert hogy a terapeuta is ember, hogy így néha azért ő is felállna, és így meg az Isten szerelmére így beszélünk, ugyanerről,
miért csinálod, ha nem jó, ne csináld. De hogy nyilván ezt, ezt kinda nem teheti, meg főleg nem abban a terápiás módszerben, amiben, amiben ők operálnak, de egyébként tényleg ilyen, ilyen feel good, és Júlcsi szerintem nagyon jól, jól mondta, hogy, hogy ott van a, hogy beraktak két olyan karaktert, aki az egyik egy másfajta határátlépő, és benn van egy ilyen konszolidáló karakter, aki, aki megmondja, hogy az így nem, és baj lesz, és baj lesz, és ez csodálatos, nagyon borzasztóan szeretem. És közben tényleg pont emiatt a montázs miatt annyira együtt lehet érezni vele, tehát, hogy amikor, a, és ő is ezt mondja, hogy csak megmondanám neki, hogy hagyd abba, amit csinálsz, azért vagy rosszul, mert nem hagyod abba, amit csinálsz, de hogy nem így működik sajnos. Tehát ő nem mondhatja ezt, és hiába mondanád neki ezt, mondaná valaki ezt neked. Annyira szépen bemutatja azt, hogy milyen, ha bele van ragadva valaki egy, egy élethelyzetbe, és szerintem ez az, amire, amiben nagyon-nagyon sok ember érintett, a, akár milyen szituáció legyen az, hogy így bele vagy ragadva, és nem tudsz belőle kijönni. És viszont tök szépen elmondja azt is, hogy nem egy session fogja ezt megoldani, hanem hosszú idő, sokszor kell elmenni, és kemény munka. Abszolút. És azért is jók szerintem, hogy léteznek ilyen sorozatok, mert hogy meg tud indulni egy párbeszéd arról, akár egymás között, hogy a barátok beszélgetnek egy ilyen sorozatról, akkor felmerülhet a kérdés, hogy ja, egyébként képzeld, én is járok, de hogy nálam ez így szokott működni, és akkor tud egy kis beszélgetés kialakulni, mert hogy valami miatt még mindig van egy ilyen misztikuma a pszichoterápiának, hogy nyilván, mivel olyan bensőséges dolgok történnek ott, nyilván nem fognak az emberek erről szóról szóra beszélni, de hogy közben pont ezért nehéz is tudni, hogy pontosan mi zajlik egy ilyen helyen, vagy egy ilyen session során, és hogyha egy betekintést nyerünk, az szuper tud lenni, vagy hogyha az ismerősöktől hallunk róla, hogy na igen, képzeld, ez nálunk is tök hasonlóan szokott zajlani, mert minél többet tudunk valamiről, annál kevésbé félünk tőle, vagy annál jobban érezzük azt, hogy oké, van egy csomó információ a birtokomban, most már elmerek menni én is, mert úgy gondolom, hogy ez egy működőképes dolog lehet, még akkor is, hogyha látom, hogy itt is lehetnek hibák. Igen, és ami, ami számomra egyáltalán nem volt meg, mielőtt elmentem terápiára, de azt olvastam, hogy nagyon sok embernél gát, hogy kiadni a kontrollt a kezedből, és azt mondani, hogy gyere be, nyugodtan, nézzél körül, aztán beszéljünk arról, mert valami baj lesz. És tudod, amikor, amikor már ilyen mind control-ként gondol az ember erre, és ami nekem ezt tök jól visszaadta, az amellett, hogy egy ilyen dramaturgiai eszközként is használja a terápiát, de közben pedig valódi terápia zajlik, az a Sopranos, ami egy, egy maffia, magas rangú maffia, hát ilyen boss-szerűség ember pánikbeteg lesz, és pánikromai vannak, és ezért elmegy terápiára, és tudod, ilyen borzasztó idegenkedő, nem akar megnyílni, nem akarja elmondani, de közben érzi, hogy amit elmond, az segít, és közben egyébként segít a gyógyszer, és segít az, hogy, hogy tisztábban látja azokat a dolgokat, hogy mit csinált az anyja, és hogy mit csinált az apja és a testvérei, és hogy hogyan hat ez az életére, és hogyan hat ez a gyerek. Egész egyszerűen fantasztikus, mert hogy a nagyon az előtérben van, de közben a háttérben húzódik meg egy baromi jó ilyen maffia sztoriban valójában. Oh, Gandolfini, hogy hiányzik. Közben, és ez az, ami, tudod, amikor az az ember megy el terápiára, akiről így a legkevésbé gondolhat. Tehát, hogy így képzeld, apámat elküldeni terápiát, tehát, hogy így nem látom azt, hogy ez így megtörténik, és így Gandolfini is egy ilyen karakter, akiről így sose gondolnád. Borzasztóan jó. Most ez kicsit random kérdés, de hogy ti melyik, vagy van-e olyan karakter, akinek pszichológusként részt vennétek a terápiájában? Mármint, hogy mi lennénk pszichológusok? Pszichológusok, és hogy melyik karaktert néznétek meg, hogy hogyan viselkedik egy terápiás közegben? Igen, most a Pita jutott eszembe.
Valószínűleg azért, mert itt van egy Harry Potter, és egy pár dolog a Harry Potterben, de hogy ő például tipikusan egy olyan karakter, akit látunk valahogy sok-sok részen keresztül, és aztán a végén azt mondjuk, hogy ja, oké, az úgy más. És hogy így iszonyatosan izgalmas, hogy ez így hogy, és milyen mélyre van eltemetve, és hogy ez így ki tud-e nyílni, és van, létezik-e olyan szenárió, hogy ezt így ki lehet úgy bontani, hogy abból valami egész más dolog sül ki. Nagyon sok... Ott nagyon mélyre kéne ásni, de ez az izgi benne talán. Jó, de ott lehet, hogy egy kicsit oklumenciát segítségül lehetne hívni, hogyha nem lenne olyan jó. Neked van ilyen? Visszadobom a kérdést szemben. Egy pillanatra nekem Voldemort ugrott be. Egyébként, de amikor a kérdés megfogalmazódott bennem, akkor valószínűleg azért, mert nagyon az ilyen maffiára voltam rátapadva, akkor a Peaky Blindersből Tommy Shelby. Oh, yes! Ugrott be elsőre. Uh-huh. Ez ott is vannak érdekes dolgok elrejtve. Na, ott vannak rá, de sól ők nagyon ügyesen fűzik bele ezt a gypsy hátteret az egészbe, és hogy az a kultúra az hogyan hat arra, hogy ő visel. Ez egy nagyon jó válasz. Én azt hiszem, hogyha valakinek a terápiájában részt vennék, most utána kellett néznem, az Robert Sean Leonard nek a karaktere a Dead Poets Society Holdköltők Társaságában. Ugye az, aki az abuzív apja miatt. És ott nagyon, nagyon szerettem volna közbelépni. Úgyhogy ott abban a terápiában én úgy érzem, hogy még akár talán esetleg a magam ügye fogyott módján még talán segíteni is tudtam volna. Ja. Nem tudom, én még a This Is Us jutott eszembe, ami egy sorozat, amit én nagyon szeretek, és rendszeresen ajánlják nekem, úgyhogy szerintem nem tudják rólam az emberek, hogy mennyire szeretem azt a sorozatot. Ott nyilván az apa karakter az, akivel jó lenne beszélgetni, mert ugye így fokozatosan megtudunk róla mindenfélét, de amit látunk belőle azt, hogy kivételes apuka, annak ellenére, hogy az ő gyerekkora az nagyon nem volt könnyű, és ugye egy abúzív apai kapcsolatból jön, meg aztán a háborúban is volt, szóval, hogy ott nagyon sok minden van, amit ő valahogy nagyon helyre tett magában, és nyilván vannak ennek megnyilvánulásai az alkoholizmusával, meg ugye vannak ilyen, azért jól emlékszem, hogy ilyen gambling problémái, és nem tudom, de hogy közben nagyon érdekes számomra az, hogy az, ahogy a családjával, a gyerekeivel bánik, az meg olyan szinten példaértékű, hogy tehát, hogy így megtört egy sémát, és át tudta fordítani, ami egészen csodálatos, de hogy az egy érdekes hosszú-hosszú beszélgetés lenne szerintem. Ja. És ami nekem még eszembe jutott, szeretnék ajánlani egy sorozatot, hogyha nem láttátok még ti, meg úgy általában a hallgatók, ami összefügg a terápiával, de közben igazából kikerüli, State of the Union a címe, vagyis egy házasság helyzete, és ez azokról, ez ilyen kamaradráma, igazából két évada van, antológia sorozat, úgyhogy nem függ össze, mind a két évadban van egy-egy házaspár, akik párterápiára járnak, de csak akkor látjuk őket, amikor a terápia előtt vagy után beszélgetnek valahol. Tehát, hogy találkoznak, hogy akkor most megyünk, úgyhogy igazából nem látunk bele abba, hogy mi zajlik a terápián, de így tudunk meg róluk dolgokat, az, hogy mik a problémáik, az, hogy milyen hatással van az egész rájuk, hogy oda járnak, és egy kicsit így kibeszélik a dolgokat, és elképesztő izgalmas emiatt. Én a második részt egyébként jobban második évadot jobban szeretem, mint az elsőt, de mind a kettő nagyon jó. Abban Patricia Clarkson és Brandon Gleeson játszanak, és ott egy ilyen új hullámos, szerintem egy specialty kávézóban ülnek, ők ugye idősebbek már, és pont az a konfliktus a házasságukban, hogy a nő az így nagyon halad a korral, és még így nagyon vágyik az életre, és így jobban megérti a változásokat, amik körülötte zajlanak, a férfi pedig ő nem, tehát hogy ő így lezárt, és ő abban a világban akar élni, amiben ő fiatal volt és felnőtt, és ezek az új dolgok. Tehát ő már az is összezavarja, hogy visszakérdeznek, hogy milyen kávét kér, mert kávét, nem tudom mit, milyen pörkölés, meg hagyjál már. Szóval itt csomó mindent behoznak, amilyen társadalmi dolog, és egy példa arra, hogy mi az, ami mondjuk két embert így szét tud húzni, és iszonyú jó. Szóval, hogy nem a terápiáról szól, de mégis annak a hatásáról. Nagyon-nagyon szeretem, HBO Maxon elérhető mind a kettő. Oh.
Engem most meggyőztél. Meggyőztelek? Akkor jó. Az első évad valahogy nekem az egy kicsit, nem tudtam annyira kötődni az emberekhez, de a másodikban sokkal jobban éreztem ezt a kíváncsiságot, hogy így, és akkor mi az, ami nektek nem megy, és így hogy lesz? És igazából nem is az a lényeg, hogy a végén akkor hova jön összejönnek, tehát hogy akkor megoldanak mindent, meg nem is tudjuk őket annyi ideig nézni, de borzasztó érdekes, hogy mit tesz, és hogyan tud az emberen változtatni egy ilyen folyamat. Nagyon szeretem. Nem, egyáltalán nem csodálom. Ami én nagyon-nagyon szeretek, én pánikbeteg vagyok egyébként, úgyhogy kifejezetten érzékeny arra, hogy hogyan reprezentálják. Ezt nem is érzékeny igazából, csak szeretem látni, amikor jól. És hogy ha bagatelizálják, akkor az viccesen legyen bagatelizálva mindenképpen. Ha meg komolyan veszik, akkor pedig tényleg legyen az, hogy ez egy hű reprezentációja annak, hogy miről is szól ez az egész, és hogy néz ki a valóságban. És ami, ahol én ezt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, ahogy kezelték, az a Ted Lasso volt, ami egy Apple TV-s, ugye a Ted Lasso? A sorozat egy teljesen unrelated, egy amerikai foci csapat edzője, akit egy európai angol futballklub szerződtet, hogy majd ő itt csodát csinál. Teljesen mindegy. Egy végtelenül vicces feel good sorozat. Háttérben a focival egyébként, tehát hogy Én nagyon sokáig nem néztem meg, mert hogy foci, az engem nem érdekel, de tényleg zseniálisan jó sorozat, és majdnem mindegy, hogy milyen sportot játszanak, vagy mit csinálnak. Ted Lasso karaktere az, ami miatt ez érdekes, egy nagyon pozitív, mindenkihez iszonyú jó indulattal álló, mindenkinek mindent megbocsátok, minden rendben lesz, egy ilyen karakter, ahhoz lehet sejteni, hogy valami... Unrealistic. Hát, hogy ilyen nincs. Valami ott lesz, vagy van, vagy ki fog robbanni egyszer csak. És szép lassan ki is robban, ahogy így egyre mélyebbre ásunk így évadról évadra a karakterben, és nyilván az a rengeteg elfojtott szorongás, aminek nem volt egy szelepe az évek során, az így átalakult egy pánikrohammá, és aztán az pedig valójában egy pánikbetegségé. És én megmondom őszintén, hogy a terapeuta személye ott inkább egy kicsit ilyen comic relief karakter, sem mint hogyan nagyon komolyan venni. Javíts ki, a tévedek. Szerintem jó, nem, nincs nagyon nagy szerepe az egészben, de nagyon jól van ábrázolva, és nagyon érdekes, hogy nagyrészt azt látjuk, hogy ő milyen a professzionális életében, de aztán eljön az idő, ahogy Tednek is az állapot súlyosbodik, vagy ahogy egyre jobban felismeri, hogy segítséget kell kérnie, muszáj. Úgy közben belelátunk egy kicsit az ő személyes életébe, és az ő nehézségeibe is, és ugye kikerül ez az egész folyamat onnan, hogy nem az, hogy leülnek és beszélgetnek, hanem hogy rendszeresen felhívja és segítséget kér tőle ilyen egyéb időkben, amikor ugye nem a hivatalos benne vagyok a szerepemben, hanem nyilván belelép a szerepébe, de hogy egy kicsit azért ott is a határok így mozgolódnak ilyen szempontból. Szóval érdekel. Kis része az egésznek, de nagyon érdekes, és nagyon jól van, tehát akkurátusan van ez is ábrázolva. Nem éreztem, tehát hogy most így én régebben láttam a sorozatot, neked sokkal frissebb az élmény, ez úgyhogy nem tudom, megszerve nekem az maradt meg, hogy ő inkább ilyen, tehát hogy kevésbé van előtérben maga a terápia, hogy hogyan működnek, viszont az utolsó évadra, a legutóbbi évadban pedig igazából nem tudtam összekötni fejben, hogy a terápia folyamányaképpen, vagy saját magától jut el odáig, hogy mondjuk szembesíti az édesanyját azokkal a dolgokkal, amik őt bántották. És én azért gondoltam, hogy nincs annyira előtérben, mert hogy így nem kötöttem ezt össze fejben, de hogy én évekkel ezelőtt láttam a harmadik évadon. Tehát mondom, nagy hangsúly nincs rá elfektetve, de hogy ő folyamatosan tartja a kapcsolatot vele, és ilyen online sessionjeik vannak. Aha. Szóval, hogy az így de be van mutatva, hogy ez egy rendszer, és hogy ez így történik. Úgyhogy azért igen.
nagyon-nagyon-nagyon furcsa ez, hogy ti emlékeztek arra, hogy mikor találkoztatok a terápia koncepciójával először? Mert feltételezem, hogy mindenki először filmből, sorozatból találkozott biztos vele. Igen. Ti emlékeztek rá, hogy mi volt az első alkalom? Hát nekem az egyik első biztos, hogy a Good Will Hunting. Meg az, ami úgy jelentőség teljes volt, és így megmaradt. Nekem is. Nekem is az első kapcsolatom. Az biztos, hogy a Good Will Hunting volt. Yeah. Mármint amire emlékszem, mert most nyilván korábban láttam a Bárányok hallgatnak ott, de abban nem effektív van terápia, hanem emberek vannak, akiknek nagyon kéne. Tudjátok, mi érdekes példa még? Bocsánat, ha van válaszod, vagy ha még gondolkozol rá. A hatodik érzék. Mert ugye abban is elvileg egy ilyen kapcsolatot látunk, ahogy aztán a kisfiú meg rávezeti, ott meg ez a visszahatás, hogy egy páciensnek milyen hatása lehet a terapeutának az életére, ahogy visszahat rá, hogy de figyelj, miért nem áll szóba veled a feleséged? Meg amúgy miért van az, hogy... Jó, tudom, hogy ez nem egy valid dolog, de hogy elvileg ugye ott ez van. Én megmondom teljesen őszintén, hogy én sem emlékeztem teljesen rá. Kiesett a fejemből, hogy... De olvastam egy cikket, ahol azt írják, hogy... Jó. Megvan a hatodik érzék? Ez egy Bruce Willis egyik kifejezetten jól sikerült drámai szerep, azt hiszem, hogy Sajamajamajlallam. Igen. A film, talán Oscar-díjas is, nem? Biztos. Nem tudom, őszintén szóval. Mindegy. Biztos vagyok benne, hogy megvan egyébként a koncepciója. Bruce Willis egy gyermekpszichológus, mint most eszembe jutott a Julcsi, de szerintem soha az életben nem mondtam volna meg, hogy az, aki egy meglehetősen sajátos problémákkal küzdő gyerekkel foglalkozik, aki meggyőződése, hogy látja a halottakat, és beszélnek hozzá a halottak. Ebből szerintem már esetleg sejtheted, hogyha láttad, de hogy ez egy ilyen nagy, az egyik ilyen, amikor arról beszélünk, hogy mekkora fordulatok vannak filmekben, akkor ez az egyik első, ami felmerül, mert hogy van benne egy hatalmas csavar. Ha nem láttad, akkor borzasztóan irigyellek, mert akkor altatás után ez egy tökéletes esti program a férjeddel, a nagyon jó testű férjeddel, akiről beszéltünk korábban. Egy nagyon híres gyerekpszichológus, és úgy az ő kapcsolatuk is igazából így alakul, hogy a gyermek azt mondja, hogy látja halottakat, és erről beszélnek nagyon valami sokat. Valami rémlik egyébként, hogy láttam, de valószínűleg nagyon régen. De hogyha két hete láttam volna, sem jelentene semmit, valahogy emlékszem. De... Törli a barátok közt ezeket abszolút, az élményeket. Abszolút. Tökéletesen értem. Ez egyébként mennyire vagy erről mit gondolsz, hogy tényleg mennyire tud visszahatni a terapeuta életére? Tehát, hogy mennyire lehet az, hogy ez a segítség, ez fordítva is működik, vagy megvalósul? Ugye pszichológusok is mindig emberként is jelen vannak a helyzetben, és sokszor nekik is lehet rá ismerősük egy-egy dologra, vagy akár magukat megláthatják egy-egy helyzetben, és ez az ő önismereti utukhoz is hozzá. Tehát ez fontos, hogy külön kell választani, hogy mondjuk én magam kapcsán, vagy pszichológusként mondjuk, hogyha ott ülnék, akkor levonnék magam kapcsán következtetéseket, azt ne vetítsem vissza a kliensemre, mert hogy attól még, hogy az én életemben ezzel köthető össze, ott lehet egy sejtésem, hogy lehet, hogy nála is valami hasonló, de nem szabad, hogy elvigye a figyelmemet, hogy arra koncentráljak nagyon, mert hogy eltéríthet a igen, valós úttól. De abszolút a pszichológusok is fejlődnek a kliensek által. Uh-huh. És nem is azt mondom, hogy mondjuk minden egyes kliens, de hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek a praxisában van egy-két olyan kliens, aki így jobban megérinti uh-huh. a pszichológust, és visszatudhatni arra, hogy ő hogyan van jelen bizonyos helyzetekben. Főleg, hogy a hasonló dolgokon ment át. Igen, ezt akartam mondani, hogy meg simán lehet az, hogy a pszichológus is tud mondjuk triggerelődni
a saját életében jelenlévő olyan traumákra, vagy bármi ilyesmire, ami, és azért az nagyon nehéz lehet azt ott leválasztani. Tehát, hogyha mondjuk úgy nyilatkozik, vagy úgy beszél valamiről egy páciens, hogy az neki igazából nagyon fájó, és azért nem mindig. Tehát értem én, hogy de hogy elvonatkoztatni is van, amikor sokkal nehezebb, nem? Tehát egy alaphelyzetben azt mondom, hogy persze, én most itt professzionálisan vagyok itt, de hogy azért előfordulhat, hogy kibillen az ember ebből a... Abszolút. Ebből a dologból. Erre most nem tudok filmes példát mondani. Erre is viszont egy tök érdekes dolgot azért bedobnék a Freud a pszichoterápiának az atya, ő borzasztó lesújtó véleménye volt Hollywoodról, és 1925-ben visszautasított egy 100 000 dolláros ajánlatot, hogy vegyen részt egy filmnek a forgatásán, ami bemutatja a pszichoterápiának a mikéntjét és hogyanját. És hát őt még fel is háborított ez az egész, és mondta, hogy ő ebből egy másodpercet sem akar. Úgyhogy két közeli barátja, Carl Abraham és Hans Sach volt az, aki részt vett ezen a forgatáson. Ez a Secrets of the Soul 1926-os film, és az a helyzet, hogy innen indult igazából Hollywoodnak a meggyőződés, hogy Freud mindenképpen foglalkozni kell, és minden freudi ötletet valamilyen formában bele kell rakni filmekbe. És egy John Huston nevű rendező volt az, aki vagy 8 filmet csinált különböző freudi tanítások, idézőjeles tanítások mentén az 1930-as évektől, és az egyik ilyen a Let There Be Light 1946-ban, ami a pszichoterápia és a PTSD kapcsolatára világított rá, és valami elképesztő, hogy ez a 40-es évek, tehát hogy az utca embere nem tudta volna jobban leszarni, hogy mi történik, tehát hogy pontosan ugyanaz a stigmatizálás zajlott, ami sajnos egy pár évtizede még Magyarországon is bőven volt, de hogy Hollywood itt szép lassan becsempészte ezeket az ötleteket, becsempészte a terápiát, becsempészte azokat a valódi kapcsolatokat, amiket addig nem mutattak filmen, és nem csak a néma filmekben, mint a 26-as, hanem hogy később, amikor már a moziba járás egy ilyen basic dolog volt. Úgyhogy én szerintem ez egy borzasztóan izgalmas téma, és közben meg nagyon veszélyesnek is tűnik, hogy ugye nincsen egy szerv, ami felügyeli azt, hogy mi és hogyan hangzik el egy olyan dolgban. Tehát, hogy a cigarettára rárakjuk a nyílt tüdőműtétnek a képét, és ráírjuk, hogy mi történik, de hogy egy filmben például nincsen feltétlenül egy olyan disclaimer előtte, hogy az a terápia session, amit ebben a művészi alkotásban látni fog, az nem feltétlenül fedezi a valóságot. Nem tudom, hogy ez mennyire lenne kivitelezhető, mármint, hogy valószínűleg így eléggé rontaná az élményét a műnek a befogadásának. Ja, biztos. Egy kicsit azzal érdekes párhuzamba vonni, hogy ugye vannak ezek az orvosos sorozatok, meg filmek, meg a jogászos sorozatok, meg filmek, amiket úgy néz az ember, hogy így tisztában vagy vele, hogy a nagy részét nem érted annak, amit mondanak, de hogy ez nem számít, mert hogy nem kell értened, és hogy ez oké. Okay. Viszont mondjuk a pszichológiának az ilyen jellegű bemutatása, tehát azt érted, ami elhangzik ott. Azt, hogy annak a mögötte mi van, és az mennyire van úgy, az a kérdés itt. Tehát, hogy a nyelvet érted, igen. De hogy emiatt lenne pont fontosabb, hogy jól legyen ábrázolva, mert most az, hogy az orvosos sorozatban össze-vissza beszélnek, úgyse fogod tudni, hogy mit mondanak igazából, csak a sztorit nézed. Meg valószínűleg úgysem leszel olyan helyzetben, hogy mondjuk vesét kell műtened. Vagy... Igen. Viszont olyan helyzetben lehetsz, hogy
tanácsot kell adnod egy barátnak, vagy hát nem is az, hogy tanácsot kell adnod, de hogy meg kell hallgatnod egy barátot, vagy hogy te kerülsz egy nehéz helyzetbe, amiben, amiből így egyedül nem tudsz kikászálódni, és hogy legalább így ötlet szinten jelenjen meg az, hogy lehet, hogy egy pszichológus segíteni tudna. És ami most még ezzel eszembe jutott, hogy ami torzítja a képet szerintem, hogy azért a filmekben, sorozatokban nyilván akkor megy valaki pszichológushoz, hogyha valami nagy baj van, vagy hogyha valamilyen tünetei vannak. Aha. Ó, ez tök jó. És hogy olyat nem nagyon látni, legalábbis nekem most nem jut eszembe, hogy valaki önismeret célból megy, vagy valamilyen önfejlesztés célból megy, vagy hogy van valamilyen elakadás az életében, ami mondjuk nem azt jelenti, hogy most gyászol, vagy nem valami hatalmas valamennyi dolog történt, de mondjuk nem tud meghozni egy döntést, vagy a pályaválasztás kapcsán nem. Szóval, hogy ezek az ilyen nagyon természetes dolgok, ezek szerintem valahogy nem annyira kerülnek ábrázolásra. Fú, most gondolkozom, hogy van ötletem. Most hirtelen nekem sincs meg, hogy valaki tényleg önismereti célból. Nincs semmi baj, csak szeretnénk nagyon magas lapon ülni, de én is elmentem a falig, mielőtt elmentem az első. Hát ez azért a legtöbb ember, szóval azt gondolom, hogy ez nagyon ritka, nem? Alapból is. Reméljük, hogy majd később nem lesz ilyen ritka, de hogy igen, viszont nekem pont, hogy ennek a kvázi az ellenpólusa jutott eszembe, amire egy például a Big Little Lies-ban a Nicole Kidman-nek a karaktere, amikor ott ugye egy bántalmazó párkapcsolatban él, és hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy az ilyen szituációk hogy vannak leírva, és hogy itt milyen ha már belép a képbe egy terapeuta, akkor ő milyen jellegű tényleges segítséget tud adni. Ez nyilván egy baromi nehéz helyzet, de hogy közben a néző szempontjából szerintem ezeknél az eseteknél a legfontosabb, hogy lássa, hogy van remény, és hogy talán van tényleg érdemes segítséget kérni, mert ebből ki lehet menni, mert ezeknek az embereknek a legnehezebb ezt a lépést megtenni, és azt mondani, hogy de én tudok segítséget kérni. És ugye itt ebben a filmben is, a karakteren is látjuk azt, hogy ő folyamatosan validálja azt, hogy de hát olyan jó apa, boldog, nevetünk együtt, jó a szex, minden rendben van, és akkor így tesz fel kérdéseket. Ha jól emlékszem, akkor ez is egy ilyen jó példának volt feltüntetve, hogy itt a terapeuta viselkedése az olyan, amit egyébként a pszichológusok is azt mondják, hogy ennek így kell történnie, hogy így tesz fel kérdéseket, és szép lassan vezeti rá arra, hogy ő ébredjen rá, hogy lehet, hogy nem éri meg, és lehet, hogy ebből nekem ki kell lépnem, mert hogy nem mondhatja ezt maga a pszichológus, hogy figyelj, menj innen, ez így nem oké, hanem tényleg kérdésekkel rávezetni valakit, az azért egy kemény dolog. Abszolút, igen, és hogy tényleg így ennek így a művészetét valahogy kicsit bemutatni, hogy tényleg nem az van, hogy ugye sokszor, hogyha pszichológushoz megyünk, van egy olyan elvárásunk, hogy most akkor mondják meg, hogy mit kell tenni. Vagy épp az ellenpólus, hogy nekem aztán senki nem mondja meg, hogy mit tegyek az én életemmel. Vagy, hogy neki is biztos vannak problémái, hogyha a saját problémáit nem tudja megoldani, akkor az én problémáimat miért tudná megoldani. Meg vannak nekem barátaim, majd velük megbeszélem. Igen. És hogyha látok pár ilyen példát, hogy tényleg kérdésekkel vezet rá, vagy hogy mondjuk visszatükrözéssel megmutatja, hogy egyébként nekem vannak igenis belső lelki tartalékaim, meg erőm, meg egyébként is lehet, hogy vannak külső erőforrásaim, pont az ilyen bántalmazó kapcsolatoknál, hogyha így ugye ott a bántalmazó fél azért próbál elszigetelni a mindenkitől, meg mindentől, hogy azt érezd, hogy nincsen semmilyen lehetőséged. És itt ez lehet egy ilyen kis fény az alagút végén, hogy aha, ő is azt hitte, hogy nincsen baj, vagy nyugtatta magát, hogy nincsen baj, és ő is azt hitte, hogy nincs semmilyen segítség, és hogy ő is elfogyott önmaga, és hogy nincs ereje hozzá, és hogy mégis megtalálta, és hogy nem úgy, hogy valaki megmondta neki, hogy pedig tessék, ez itt van, hanem ő maga jött rá. Az egy nagyon jó erőt adó, vagy egy ilyen inspiráló dolog tud lenni. Igen. Én egészen addig, ameddig nem jártam terápiára, nem tudtam, hogy társközösséget vállalni egy problémában emberekkel, az mennyire sokat tud segíteni, mert nálunk ez a, nem tudom, hogy ez egy férfi dolog-e, de hogy az a férfi közeg, amiben én mozogtam gyerekként, meg fiatal felnőttként, ott ez nem volt egy alapvető dolog, hogy
már csak a segítségkérés sem, nem hogy az, hogy te megosztod a problémáidat, és aztán a másik ember pedig azzal válaszol, hogy ó, ismerem ezt az érzést. És ezt azért tök jó látni egy filmben, és még hogyha nem, nincs is annyira hűen reprezentálva az, hogy hogyan is zajlik mondjuk egy terápiás session, vagy hogyan zajlik az, hogy te találsz egyáltalán egy terapeutát, vagy hogy hogyan dolgozol saját magadon két session között. Ettől függetlenül szerintem ez tényleg nagyon jó látni. Hát a reprezentáció meg az azonosulás azok igen, nagyon fontos, igen, fontos részei. A Sopranos is ezért pont tök jó példa, mert hogy vele inkább valószínűleg az ilyen kemény pasik tudnak azonosulni, hogy én aztán nem kérek segítséget, a gyengék kérnek segítséget, és hoppá, itt van ez a kis mafiózó, és mégis elment pszichológushoz, vagy pszichiáterhez. Igen, és ez tényleg jó látni. Olyan embereket, akikre tudod így felnézel, tehát hogy ez, nyilván ez furcsa, de akit mondjuk menőnek tartasz. Igen. És nyilván a reprezentáció magában is nagyon fontos az, hogy ez jól legyen reprezentálva, ez meg nyilván része Hollywood sara, de közben pedig ugye nyilván a szakma is eléggé elzárkózik ahhoz, hogy vagy attól, hogy effektív aktívan segítse hogy ezek jó reprezentációk legyenek. Mert néha sajnos a plot nem azt akarja, hogy ez jól működjön, hogy ez tényleg az legyen, amit a valóságban lát, hanem valami másra van szükség. De tényleg nagyon sokáig általam nagyon nagyra tartott pszichológusok is, mint Stutz, aki tényleg fantasztikus, csodálatos ember, ő is nagyon elzárkózott ettől, mert hogy ugye nem tudsz kihatni mindenre, és hogyha átcsúszik valami, akkor az borzalmas nagy, tehát hogy semmibe tudja venni azt a munkát, amit te egyébként beleraktál ebbe az egészbe. Igen, meg a konkrét eszközök, ez is olyan, hogy pszichológusként, vagy minden szakmában vannak eszközök, amik maradjanak a szakember kezében, mert egyébként, hogyha nem tudod pontosan a mechanizmusát, ahogy működik, akkor félre tud csúszni a dolog. Most egy kicsit távolabbi példa jut eszembe, hogy a Rorschach teszt. Igen. Ez, hogy ugye nagyon féltik a pszichológusok, hogy ez ne kerüljön ki, és volt is egy botrány, azt hiszem, hogy a H&M nyomta rá a Pulcsikra. Komolyan. Pár évvel ezelőtt, és akkor azokat aztán azt hiszem, hogy végül vissza is vonták, mert hogy megindokolták a pszichológusok, hogy ez egy mérőeszköz, és hogyha így közszemlére tetetik, akkor annyira hozzászokik az ember, és már előre gondolkodik rajta, és ugye olyan más fog asszociálni. Igen, és olyan a teszt is, hogy ha egyszer felvették, akkor fél éven belül fel sem lehet venni, mert hogy már vannak asszociáció, már vannak emlékeim, meg hogyha így neten elkezdenék utána nézni, hogy melyik tábla milyen jelentést tartalma, vagy hogy milyen válaszból mit lehet leszűrni, igen, akkor az már nagyon irányítja, szóval, és hogy nyilván ezen kívül is van egy csomó olyan terápiás eszköz, ami mondjuk csak így beszédben jelenik meg, amiket, hogyha látok, hogy valaki, ez a terapeuta abban a filmben nagyon menően alkalmazta, aztán lehet közben, hogy egy olyan konfrontáció volt, amit én mondjuk nem tudok most ebben a helyzetben leképezni, és tök nagy sebet ejtek vele. Igen, és ez tök érdekes, hogy a Rorschach, hogy mondtad, mert ugye nekem is csak filmekből van meg, és szerintem pont az, hogy a Rorschach az, ami ilyen teljes misztikum, hogyha laikusként nézed. Mert most komolyan, tényleg, és amikor látod azt, hogy ez egy külön szakirány a Rorschachnak a kielemzése, meg a kiértékelése, és hogy az hogyan működik, és hogy hány Excel doksit van összekötve, hogy az rendben legyen. De hogyha csak ránézel, akkor tényleg tűnhet az egész humbugnak. Egészen addig, ameddig nem csináltad meg. Tehát, hogy akkor az ilyen, nekem is az volt a benyomásom, hogy oké, de ez ezotéria szerintem. Tehát, hogy ez egy krikszklasszosabb, mint egy horoszkóp. De egészen addig, ameddig ugye így nem látsz bele, meg nem tapasztalod meg saját magad. Én például olyan szkeptikus vagyok, hogy én most külön kértem, hogy csináljunk már egyet. Mert I still don't get it.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy ide jutottunk, mert hogy a ti munkátok is, tehát azért vannak összefüggések, nem? Vagy hasonlóságok, hogy ti is igazából tömegekhez beszéltek, és próbáltok eljuttatni valamit, amit nem mindig könnyű. Tehát, hogy azért a pszichoterápiának nagyon fontos része az, hogy ott egy ember ül egymással szemben, és ott azt közösen alakítják ki azt a teret. Nyilván a hatalmas tudást magáinak tudó pszichológus, és a páciens, akihez alakítja az egész dolgot, meg a terápiát a pszichológus, de hogy tehát, hogy én abszolút hiszek benne, hogy lehet ezt jól csinálni. Nyilván, amit ti csináltok, az csodálatos, meg ahogy lehet a filmekben is ezt jól csinálni, de hogy ennek vannak határai, nem? Meg vannak, tehát ugye kicsit ezt így te is tudod, meg említetted is az adás előtt, hogy ez nem mindig könnyű, és nem annyira exakt dolog. Abszolút, és nekünk is biztos, hogy vannak olyan posztjaink, amik félrementek, vagy amik mondjuk valakit jól találtak meg, valakit meg nem jól találtak meg. Magyarul mondunk ilyet. Aha, igen. És igen, szóval, hogy ezt nem lehet szerintem úgy csinálni, hogy 100%-ban mindig mindenki elégedett legyen vele, és mindig mindenkit úgy találjon meg, ahogy azt mi mondjuk szándékozzuk. És hogy mindig bejöhetnek olyan elemek, amikre mi nem gondoltunk volna, már így az értelmezés kapcsán. És nyilván mi mindig a legjobb szándékkal osztunk meg egy-egy tartalmat, és a komment szekcióban meg néha látjuk, hogy sokaknál nagyon félrement, és akkor a komment szekció másik fele meg elkezdi őket meggyőzni, hogy de remélem, hogy az akkor is így van, és hogy értsd már jól, és hogy igen, de hogy mindig attól függ, hogy ki milyen élettapasztalattal olvassa azt az adott posztot, és hogy nem lehet egyféleképpen jól érteni. Vagy hogy milyen mindsetben. Tehát, hogy, és nagyon nehéz az, hogy valójában ezt egy algoritmus fogja szabályozni. Tehát, hogy az, amikor neki kidobja azt az adott posztot, az, hogy az mikor történik meg, arra aztán vajmi kevés befolyásotok van nektek, és attól függően, hogy mennyire hiszel az összeesküvés elméletekben, meg a databrókerekben, meg az algoritmusokban, nagyon durva dolgokat tud már mérni, hogy mikor kell kidobni mondjuk egy szuicid prevenciós posztot valakinek. Tehát, hogy képes erre a rendszer. Az a helyzet, hogy pontosan képes erre a rendszer, és el fog jönni az idő, hogy talán ezt a nagyon félelmetes szupererőt elkezdi jóra is használni. Mert eddig csak nem nagyon jókra használta. Nekem államvizsgai időszakban volt egy ilyen, hogy írtam egyik barátnőmnek, hogy nagyon felkötöm magam. És a következő fél órában csak ilyen self-help appok jöttek. Komolyan? Be Facebookon mindenhol. Jó, ez mondjuk csodálatos. Suicide prevention oldalak. Ez tényleg csodálatos. Én csak egy, és tényleg ez egy 2009-es, 20-as, ilyen, azt hiszem, hogy a Wall Street Journal csinált egy tesztet, hogy létrehozott mesztelen, mint hogy teljesen raw TikTok accountokat, ahol beállították, hogy hány éves fiatal, kislány, kisfiú, és hogy és úgy intézték a kereséseket, hogy éppen egy ilyen szomorkásabb, melankolikusabb self-harm hangulatban van, és hogy miket dob fel az algoritmus azonnal. Mert hogy nem azt nézte, hogy mivel fog segíteni, hanem hogy mivel fog engagementet farmolni. És ugye nyilván a self-harm az egy elég erős driving force. Úgyhogy én nagyon, nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert most már egy kicsit vidámabb a lelkem azzal a kapcsolatban, hogy ezek az algoritmusok, amik mindent lát, túl sokat, azok képesek jóra is. Bennetek ragadt-e valami? Na, én csak azon gondolkozom, hogy mostantól azt hiszem, hogy még inkább olyan szemmel fogom nézni, amit nézek, hogy legyen benne még több terápia, és legyen benne úgy ábrázolva terápia, hogy az emberek azt érezzék, hogy ezt én is akarom.
Ezt én ezt kívánom. Én nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha ez így lenne, de szerintem egyébként kevés dologról tudom ezt teljesen őszintén mondani, de a terápiával, a mentális egészséggel, az önismerettel kapcsolatban én azt mondom, hogy egész jó felmegyünk. Tehát, még az én életemben is azért eljutottunk odáig, hogy stigmatizált volt, amikor én gyerek voltam, és menő lett, mire felnőtt. Uh-huh. Szerintem ez egy elég jó irány. Igen, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy buborékban élünk, uh-huh. és nagyon-nagyon sok minden van még, amit meg kéne tenni, és jó lenne, ha rendszer szinten érintene ez mindenkit, és mindenkihez eljutna, és én hiszek benne egyébként, hogy a filmek és a sorozatok is ilyenek. Egy másik nagyon szívemnek kedves téma, amiben még nem ástam bele magam, de szeretem, hogy létezik. Nem tudom, te mennyit tudsz erről, ami a filmterápia, tehát ahol konkrétan a filmeket használják terápiás eszközként, és szerintem ez is egy barom érdekes dolog. Én nagyon szeretném, hogyha tudnánk majd ezzel is foglalkozni egy epizódban, mert tudom, hogy embereknek ez máshogy van, de számomra olyan mélyre tudnak menni a filmek, hogy vagy a sorozatok akár, hogy ténylegesen azt gondolom. Én, aki jártam már terápiára többször, szóval nem az van, hogy így nem tudom, nyilván nem vagyok a nem vagyok fekete öves önismeretből, de hogy azért néhány dolgon már átmentem, hogy ténylegesen tudnak segíteni ezek a dolgok, és nagyon érdekes lenne kibontani azt, hogy hogyan, és miért, és hogyan tudjuk használni ezt így az életünkben. Abszolút, meg hogy mik azok az egyszerű kérdések, amiket mondjuk egy-egy film vagy sorozat után tegyünk fel magunknak, hogy ne csak így mindless nézzük végig, hanem hogy mit mond el rólam, hogy nekem ez a sorozat tetszett, mit mond el rólam, hogy engem ez a rész érintett meg. Vagy akár, hogyha újra nézünk valamit, ez egy személyes példa, hogy a Gossip Girl szerintem minden évben megnézem legalább egyszer. És soha nem értettem, hogy mi a probléma a Serenával, vagy Serenával. És egyszer csak, ahogy az én személyiségem elkezdett érni, egyszer csak így elkezdett idegesíteni, hogy már megint, és hogy akkor jutott eszembe, hogy basszus, akkor ez lehet, hogy azt jelzi, hogy én is elkezdtem érni, és hogy valami így elkezdett elindulni egy folyamat. Úgyhogy van abszolút ilyen hatása szerintem ezeknek a műveknek. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és gratulálunk a munkátokhoz, mert tényleg nagyon fontos és nagyon jó. Kövessétek a Mély Levegő projektet Instagramon, ha még nem tettétek eddig, és vegyétek meg a könyveiket is, mert tényleg nagyon fontos és hasznos mindenki számára gyakorlati segítséget és eszközöket adó munkát végeznek. Köszönöm a meghívást. Igen, nagyon szépen köszönjük. Én is csak így mellé. És nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ahogy mindig szerdánként skip intro, és hamarosan már visszatér Maci is, és csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, mert ott nagy a buli, és beszélgetünk, és bejelentjük előre a témákat, amikhez ti is hozzászólhattok, illetve For Better Judgment, már van TikTok csatornánk is. Így van, és yeah! ott megtaláltok minket akkor is, amikor épp nincs szerda, és igyekszünk mindenféle rövid tartalmat gyártani nektek, és lassan lehet, hogy majd bele is jövünk. Szerintem jó, nem én leszek az, aki eldönti, hogy egész jó. De nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. További szép estét mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!